És akkor a modnézőket már is beizzítottuk, hogy szia, és a nem modnézőket is beizzítottuk, hogy szia, itt vagyunk gyerekek, olyan kameranézetek, spotok, technika, és minden lónak a passza van itt, hogy föláll, aztán letépi az álmennyezetet a pénisz. Műanyag Rocker, kösz szépen, nagyon szépen, még 10 000 ilyen szubot köszönöm, Olivier, kösz a 400-at, csá, és üdvözlök mindenkit. Miért mutattad meg magad? Mert én ilyen magamotogató vagyok. Szexhibicionista. Szia. Burtons. Burtonsbe voltunk? Ja igen, börtönbe került. Olyan rég volt RP, hogy már elfelejtettem, érted? De most magányosak vagyunk itt egyedül. Annyira félek, reggelig kepéle. Szedjek nektek zöld borsó főzelék van. Meg nem tudom mik ezek. Mákos guba. Sümbálló pörköt. Na jó van. Én megyek, ezt a robot megnéztük. Balázs, köszön 400-at. Johnny! Te vagy az? Szevasz testvérem, mi a helyzet? Örülök, hogy látlak. De egy valamit szeretnék kérdezni. Mi a büdös kurványádat keresel itt? Én úgy tudom, hogy takarodó van. Figyelj csak, a feleségedet basztam meg itt az előbb. Érted? Itt. Kedves kollega, kicsábított engemet. Hogyan kezelik itt a börtönrendet? Milyen börtönrendet? Pőnök vagyok. Tehát kéne vinni a alvószobájába már. Nem át kéne, hanem kurva gyorsan húzzon oda, és maga meg örüljön, hogyha nem kap egy kibaszott fegyelmi eljárást. Ja, Istenem, te mindig be vagy feszülve. A szobába, a rák mélyre eszik ki azt a gyomrodat neked, ha? Na, hát állandóan berazigyed. Erre kell jó. Csellába te, az való neked. Elnézést, főnököm. Nem vesz föl, mert nagyon pálya lába. Megyem már pöpörnek. Mert ortopédiailag vagyok. Bokasüllyedésem van. Segítsen, mert nagyon szurzódalom, rosszul leszek. Uram. Gergő, kösz a 200-at. A szád járjon, hanem a lábad, gyerünk. Jó van, kussoljál, mert nagy már te mondd meg. Haza kell volna mennem, egy másik rabot jöttem megnézni, erre megint te boldogítod itt az életemet. Te komolyan nem hiszem el. Figyelj csak ezt az öltönyt, vedd már le, basszam ki a gyomrod, olyan csúnya vagy. Légy szíves, csak egyet kérhetnék tőled, hogy azt a kurva függönyt akasz le magadról. Kérlek. Hát kicsit krákogjál már, azok, mert be vagy rekedve, biztos sokat szoptál ma. Az kezdjél már valamit a hangoddal. Az a baj, hogy anyáddal keversz össze, szerintem. De most hallasz... Ő nem itt rohad a börtönbe, most egész jó jel. Jó, van, szobd le magad akkor. Végre lenyelned az adagot, amit kaptál. Na, húzzál tovább, gyerünk. Milán, kösz az ezrest, de nagyon szépen kösz. Milyen amúgy a cella? Mesélj! Úgy örülök, hogy bebörtönöztünk végre, itt fogsz megrohadni, úgyhogy remélem. Figyelj, hozzászoktál. Baj, nincs kaja, van, betörni nincs. Nem fognak. Érted? Faszokhoz hozzászoktál még? Már, hát, jár, már, megint, már nem fáj. Az a baj, megint párhuzamot húzol anyáddal. Már kettőt kérsz, hogy te ne lötyögjön, igaz? Figyelj már, de te neked kicsit ilyen látás buzi vagy, mi? Te állandóan a passzokat lököd itt, meg ilyenek. Amikor téged meglátlak, azonnal a buzulás jut eszembe, remélem, hát, hogy kapod reggeltől. Tudom, hogy kívánsz te kurva, de nem fogsz megkapni. Ne, én azt kívánom, hogy mondom. Fájjon neked állandóan. Szevasztok, buzik, mi a helyzet? Elnézést, Sheriff. Ez a szobán pöldök. Hogy tartotta meg a létszám ellenőrzést a... Kérdezhetnék? Mert hogy gyakorlatilag találtuk oda kint egy robot a konyha részlegen. Megölelsz, mert anyám elhagyott gyerekkoromban. Nagyon rosszul vagyok. Nem, menjen be, takarodó van. Ölej már meg, te szakállos geci! Takarodó van! Istenem, a rákegyek a gyomrotokat. Megyek és azonnal teszek egy jelentést, tehát ilyen rendet. Halkíts be ezt a köcsögöt. Szia, hello, Kolbász, jó napot! Milán, kösz az ezrest, nagyon szépen kösz. Mi? Köszönöm, igen, amúgy. Infarktusos, trandula műszőgyulladásos az öreg, igen. Fú, bazeg, ezt kiolvast is. Nem mondom azt, hogy nagyon ott vagyok, de az olvasás eddig nem volt baj. Szia atyám, GTRP-zni akarok, és kérdésem az, hogy a G2-en megvehetem-e a GTA-t. Hát, kedves CRP, honnan a büdös faszomból tudjam? Vedd meg inkább az Origit. Érted? Steamon. Balázs, kösz az 5 hónapot. Valaki azt kérdezi, tégláikkal mi a helyzet? Beatrix, kösz szépen az 5 hónapot. Milyen tégláikkal, ember? 3 éve, vagy 2? 3 éve. Húzzál már a picsába. Hanzó, kösz szépen a szubot. Köszönöm, hogy így kimondhattam kendőzetlenül. Köszönöm.
Látod? Ezt az elégedetlenkedőknek! Hanzo kösz a szubot, Beatrix kösz a 10 rón, Tamás, kösz szépen a 6 hónapot. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Azt visszaírja a gyerek, hogy köszi. De hát most érted, 3 év után magyaráz ki, kivel mi van. Honnan a gecibe tudja ember, hát őszintén. Jó estét kívánok itt az egybegyűlteknek. Mi van öreg? Ugyan vagy bambulva mostanában, most is ott állsz, azt így a fejedben. Kiskezű csókolom. Szia, öreg. Szevasszok, szevasszok. Ó, de kokánom kell, mindjárt jövök el. Na, hát... De most légy színe szeplősre, jó? Na, de majd Joker már a mai nap a hetedjére kakálsz. Még egyszer nem béletörű. Fogom. Na, csak úgyis kitakarítja majd Rózi. Figyeljetek már ide. Igen? Mik az események itt? Tudjátok, hogy közeleg a szeretet ünnepe hamarosan? Nem tudom, hogy... Hát öreg, hát én tudom, mi lesz most. Most lesz az... Álljám, Nikolett, kösz szépen! Születésnapod, nem? Rockland, így van, szüli hónapban. Tehát megelőző, szülinapot megelőzvén tisztelettel bejelenteném, hogy már tart a szüli hónap. Plusz-minusz 30 napig fog tartani, ez egy 3 hónapos ünnepség, ahol az emberiségnek tulajdonképpen szánt ajándékként kell kezelni engem, és mindenféle közhasznú és epéle feladatok ellátására, főleg nőkkel kapcsolatban. Tehát, jó, hogyha... akkor minden éjszaka veled leszek, és együtt Nem, azt nem tehet kisajátítani a közkincseket, tehát ezt már előre bocsátanám, hogy kifejezett becsben és ajándékként kezelve különböző időintervallumok között bekaphatod a faszomat. De nem minden este. Szobás emlegettetek? Jó? Jövök. Mit kell megszoptatni? Jézusom, Balázs! Bazzik, nagyon szépen kösz a 20 ezer millió forintot! Ajándék csónaknak nem ilyen gyorsan. Nagyon szépen kösz, Balázs, aranyos vagy, köszönöm. Tomi, kösz a 2005-öt. És fel is forszívus. Pityu a 6 hónapot, meget az ezerest. Balázs, nagyon nagy kirem, egy köszönöm. Figyeljetek csak. Tele lett a szemem ilyen feliratokkal. Hirtelen azt hittem, hogy egy robot vagyok. Na, ezzel kapcsolatban esetleg, hogy mindig, egész évben ment a küzdelem, és a veszekedési családon belül. De még nincs vége az évnek. Tudom, de befejezhetném, vagy az ilyen női hobbi, hogy közben popázik állandóan? Bocsánat. Hát ne vegyél mindenkit. Dehogy nem, hát az összes nő bazd meg ilyen hormonális geci. Hogy ő nem nő, úgyhogy. Hát mondjuk igaz, te torszülött. Figyelj csak. Így van, szopjatok le. Na igen, ennyi? Ez nem sok, ez nem gyenge volt. Na most mit? De kezdjük el veszekedni? Hát persze. Jó, nincs idő veszekedni, mert rákegyek a gyomról. Mert berekedni kell. Ja nem, azt hittem. Dolgozni? A passzomat vágjam bele már. Érted? Lajosom. De örülj egy kicsit, mert ma megint együtt dolgozhatunk. Szóval bepejezném itt a monológot. Most sokat gondolkodtam rajtatok. Megmondom az igazat. És az egész éves, hogy is mondjam, folyamatos küzdelem. Átlagot? Ja ne? Joker is nő, nézd meg, közben popázik. Szóval az egész hát éges, hittem, éges az egész éves veszekedést figyelembe véve... Óra béremelés! Befogod a popázat, bazd meg! Jó, azt hittem öreg már, no. Neked egy nagy paszt emelek a szádra. Nem, már öreg már megint, az Joker, múltkor is... Az a baj, annak örülnék! Te rohadjék! Emlékszem rá, öreg, azt mondtad múltkor, hogy tudom, mit emelek meg? Ezt az energiátoros dobozt, ez egy éve volt. Na, így van. Azóta is megvan emelve az energiátoros doboz. Na, szóval! Arra jutottam a nagy veszekedések és a rossz és jó pillanatokkal együtt, hogy a mocskos sánta repet sarkú kurvanyátokat. Ezt akartam elmondani, bazdmeg. Komolyan? Köszönöm. Nekem is, öreg, nekem is. Mindannyian toptak. Nekül együtt. Főleg. Öreg, én a barátod vagyok, nekem mindent hagyszok, hogy ilyeneket érve. Bazdmeg, hát a barátság az őszinteséged alapú. Tudom, őszinteségen alapú, tudom. Ez igaz. Így de attól miért az én repet sarkú kurva anyámat? Miért nem alalít kétszer mondjuk? Mert az tényleg miért haragszol meg, ha egyszer tudod, hogy az? Miért az enyém? Az én anyám nem. De hát ilyen tényleg repet sarkú, meg dagadt is. Lajon. Bocsánat, ez nekem is szól? De ez a te anyádnak is szól, igen. De miért szól az anyukámnak, mikor mi nem is veszekedtünk, csak egy-két
nézeteltérés volt. Hát 1-200 nézeteltérés, ja, az úgy már is volt. Kiszívtad a lelkemet, bazd meg. Amúgy igen, az öreg így sírt az nyak, a vállamon, és én mondtam neki, gyere sírj a vállamon, ujjas nem ott a másik persze, oldalon. Persze, bazd meg, és mindig átraktam a fejét a baloldalra. Faszoltad. Ez így barát. Nagyon rossz volt. Ez igaz. Nem tudom mi, de igaz. Jó, átöltözök, jó? Lajos, jó. Te így jössz, vagy mi? Megyek én is öltözni. Na, hát akkor kivasaltad az ingemet? Megígérted. Segítsek, Hector! A anyukám kivasalt. Köszönöm, nem látod, hogy az öreg tud egyedül öltözködni? Fogd vissza magad, légy szíves. Miért irigykedsz? Nem, csak hogy szólok, mert olyan vagy, mint egy pióca, bazd meg. Tessék? A Lari udvarol a Barbie-nak! Mi? Már nem az, csak a barátod vagyok, és őszintének. Jó, van, kicsi érdekelt. Nézd meg, baktöltény elő a gyerek, bazd meg. Jó van. Érted. Minát is tévében látott. Akkor volt a nyakakörű, mikor az anyja szűte. Na, szevasszok. Figyelj csak. Bőtt már csücs a szádban, Lali? Hát mikor... Mikor ettem a anyámét. Hát azért mondom. Akkor volt csak, igaz? Ettem anyának a csücsét. Meg, hát volt még az Erzsivel dolgok történtek. Azóta a szádban van? Nem, csak volt. Hát itt most az volt a kérdés, hogy volt-e. Miért van? Az volt Lalinál csak úgy történnek a dolgok. Egyszer hopp, máskor szó. Én azok, mi az? Pász meg Joker, ez már tiéd. Ezt vitted. Bocsánat, Lali, barátok őszinték. Az igen. Jó van. Na, takarodjunk a passzomba. Köszönöm az őszinteségét. Csövesek. Jaj, dolgozni. Hát, dolgunk van. Kurvára unatkozom, mehetnék. Szia. Igen, a pizzába. Ülj bele valamibe akkor. Szeretnék menni veletek. Szeretném a homokórát megállítani. Hát velünk tuti nem jössz sehova, az biztos kurvas. Joker, ne legyél már ilyen. Nagy pületbe beállítani. Jó, hát ti tudjátok, én megyek. Jó, a kutyába beülsz hátra, akkor jössz. Szállják ki? Megtéplek, te kurva. Légy szíves, jó? Ó, akkor én beleülök az öletbe, jó? Az enyémbe? Te hát láttad igen. Már a combjaimat? Láttad már? Hát ember, hadd engem alig bírnak el. Érted? Tehát, hogy azért... Én elindulok a faszomban veszekedni, statikailag nem bírom. Statikailag problémás, bazd meg. Légy szíves, hadd üljek bele az öletbe, nagyon szeretném. Combnyaktörést akarsz nekem? Öreg, ne hagyd magad, hogy hát nem engem nem irányítanak a nők, bazd meg. Jó, én nem szállok a csomagtartóba. Be kell szállni kutyába. Ú, öreg, hallod el, Lali? Taktikázik. Jaj, azt akarja, hogy az ő lévőben a Barbie. Jaj, köszi. Kurva szálltokat most, akkor valaki vegyen fel, de kurva gyorsan. Kurva szálltokat, szólj meg. Lajos, egy kis bípet, egy ütemet kérnék, jó? Mert most itt van a rendben. Hallatszik vajon rendesen? Na nyomjad már, ne popázz, mert mit hallatszik vajon te, nagy izé. Igen, már. Mit kérdezel vissza? Hát, rohadék. Hát ebben semmi nem hallatszik, popoxik van. Na hát, mondom. Istenem. Hát már elveszett a tehetséged, Lajos. Azt látom. Megmondom őszintén, hogy ezt nagyon bánom. Joker, az a nem a váltó. Lehányom. Mi nem a váltó? Ne lábamat foglalkozod már, te vadállam. Minek teszel ezt a nagy sunkahal? Megint a nagy különbség. Nem valami az öreg művészetet, alkohol? És akkor iszén van, meg ne legyél már tahó. Csak szia. Pigiripög, cigiripa, rampa. Ez egy zene. Amit a micserélünk az étára, akkor az hene. Bizony. Bocsi. Csak komolyan kéne benni. Ma este turista szalámit akarok enni. Ó, nem mondom őszintén. Jó, hát azok fizetéslapok vannak a szalám. Nem... Érdekes, amikor eltűntök a kurva anyátokat. Én hó közepéig senkit nem látok. Érted? Elköltitek a pénzt. A pénzem megy a közösbe. A passz megy a közösbe. Egy porintot nem láttam tőle, Joker. Köszönöm szépen. Egy kenyere? Hát nincs mit, ha már jötté. Nem tudom minek. Amúgy keresnek ide takarítót, nem hát akarsz végre dolgozni, hát ha már eljöttél velünk, egész nem hogy lehet az, hogy két nő férfi társaságban ízik a picsája állandóan, és ilyen izé, ilyen alpanőstény harcot bejönni. Miért nem szombjátok le egymást? Egyenruhád, meg jelvényed ja, ez igaz. Tartoztatok. Mondjuk azt, hogy ő az új takarító. Pont úgy néz ki. Szia, Lali.
Szia, Lajos. Lajos. Jövök, öreg. Figyelj csak, tartóztasd csak le a borzos fejű kurvát. Igen? Persze, de üsd meg jól. Jó. Verj oda egyet. Gondolj arra, hogy milyen csúnyán viselkedett veled. Kezeket fel! Megjárnak, Lajos. Fel a kezeket, komolyan mondom. Ezért nem lesz vacsora. Jó. Most eddig sem volt. Át foglak kutatni. Hát gyere. Jó. Megbilincsellek. Ez az, Lali! Letartóztatlak. Bazd meg az anyját. Pont akcióra érkezünk. Jó napot, uram, tiszteletem, apu, ez az ösmi a helyzet. Ki fogom vezetni, mert betolakodó. Jó napot. Jó napot kívánok. Tudná esetleg tájékoztatást adni arról, hogy most mi történik? Hát kérlek szépen, tiszteletre, itt bejött ez a borzos fejű szörnyszülött kurva, és itt erőszakos tevékenységgel le akart teríteni engem, és sajnos közbe kellett abatkozni a Lajcsi kollégát. Nem bírta a női hormonjait és a vágyait kordába tartani. Ja, szemem már nem az igazi. Fő. Na jó van, akkor prostitúciós tevékenységet legyen a neve akkor Jobbszempol Ezredes. Ez erőszak volt, ez tömény erőszak volt, amit itt el akart követni. Tiszteletem, Joker. Fölizzott a lyuka, mint egy 40 éves kelettémet a lajkájha. Tisztelek! Hát most kaptam az új szemüvegemet is, és nem tudom, hogy melyik maga, de... Pihenj! Hány diódás? Az nem dióda, az meg. 8. Az be izi. Mondjad öreg, az dióda. Az dióda. Jó, az a diódának, hát persze. Azaz, 8 diódás. Szóval... 3 dados. Érdeklődnék, hogy akkor a nyomozás hogyan folyik, illetve most is bekapcsolódnánk az új egységgel, hogy nézzük, hogy hát azt beszéltük, meg a terv szerint, amit lefirkantottam én a papírra, azt beszéltük, de én ezt elleneztem, de csak azt a részét, hogy tartson bennünk ez a nő itt mellettünk, mert hogy... De az ezredes úr ragaszkodott hozzá, úgyhogy az ezredes úr szava szent és sértetetlen. Szóval azt beszéltük, hogy... Á, értem. Öten, csak számoltam, hogy öten kimegyünk most a terepre, szétnézzünk a Dallas nevezetű gyanúsított után, mert ugye, hogy állítólag kiengedték, emlékszel erre, mikor letartóztattuk, mikor megpenyített minket? Hát, igen, csak hát az a baj, hogy... Nem volt bizonyíték, tudjuk. Igen, ezt akarom mondani, hogy a tárgyi bizonyítékok elmaradtak. És akkor azt beszéltük, azt mondta, hogy kimegyünk együtt közösen, kutakodunk utánuk, ja, és a többi egység meg esetleg, ha úgy van, kész eléd vál, úgyhogy... A sztori szerint ugye a múltban is Dallas van. Jó, hát mi is egyébként jövünk után mindenképpen. Vagy hát nem akkor tudom, menjünk egy autóval szerintem, az jó, nem olyan feltűnés. A másik egység meg egy esetleg közelben marad. Szerintem maradjanak bent itt a terepen, jó. És hogyha baj nem van, akkor meg kijönnek két kereken, ennyi. Én rábízom magam a Lándzsa hegyére, úgyhogy akár mehetünk. Ó, hát az öreg hegye meg az enyém összerakva, az nem hegy, hanem már körzű. Viszont akkor most már egyébként bizonyított, hogy a hölgy tényleg prostitúciós tevékenységet. Aztán, hogy bűs az... hát azt mondta, hogy de a hegyét szereti. Is, két szeret kegyére, bárki megbaszhassa őt. Ez most csúnya volt. Jöttem ki a boltból, azt mondta, hogy nincs nálad egy izé, pilliteres víz. Mert bedűlök érte. De egyébként én azon csodálkoztam, András hogy ez azt mondta, hogy ez itt a fészekfejű, ez a lerakat arcú, ez itt fog dolgozni nekünk, és hogy őt be kell tanítani állítólag. Igen, azt mondta a polgármester asszony a Rózi, hogy ja, itt kell dolgozni. Maga az, igen. Most szarabbul néz ki, mint legutóbb, akkor most már tudom. Ja. Jó, ja, össze, bocsánat, akkor gondolom ez egy hétvégi kimaradás volt, ami aha. Egy hétig tartott. Aha, jó, igen, maga, de ugye ezt az italozást befejezi. Hello? Italozást. Akkor nem, hát úgy néz ki, mint aki egy hete masszívan iszik. Ne tessék haragudni, 0-24-ben dolgozom ezeknek a kreténeknek, hogy de te legyen mi a... tiszta ruha, kaja, mit meg dolgozódik? Minden. Hát otthon dög lesz. Persze, utána... Bocsánat, főnök, kérdésem lehet, hogy a hölgynek a munkaköri leírásában a parfüm használatot írjuk be. Hogy még egyszer, bocsánat, csak büdös, belement valami szomba, a fülembe. Szeszi. Hát a parfüm használatot Attila, a hölgynek a munkaköri leírásában. Fürödni kell, adja. Inkább a fürdés, így van. Azt hát, tudom, fogja én azt mondom, hogy bamoljunk, mint a vízi hulla két hét után, gyerünk! Én azt hittem, hogy ez a gombagyárnak a szaga, de akkor nem. Nem. Hát például is az is gombagyár. Még nem a főnököm, de mindjárt nyakam verem. Szerintem ez a kuka ilyen büdös, mert a legyek már hemzsegnek. Ja, de befognád a pofád, Lali, akkor itt minden rendben lenne. Na, mindegy. Tényleg? Na jó, de... Igen. Hát, hogy jövünk be? Hát jó, gyorsan. Hát a faszom tudja. Én hátra ülök most. Lajos, figyelj csak. Lajos, be kéne nézni a csomagtartóba. Ezredes úr, meg beülne ide, csak fészekfejű kiszállna, és össze a Lalikához be kéne menni, mert különben nincs felvéve. Ennyi. Ez a kiképzés első pontja. Így van. Ja, én bekötöm magam, az a biztos. Gyere, nem mondja. Hozd magad a dép, fiam. Jaj, de az oldala, me... Az meg a mesém.
Isten, miért veszünk fel fogyatékosokat? Kell ennyire kell a pénz a rendőrségnek? Hát ez az, hogy a szépen a 2000-re. Kell, hogy ő nekik csak felet kell fizetni fejenként, az ez már nem mi nekem nem lenne jó fizetni? Ja nem, teljesen normális minimálbért kapnak. Hát akkor miért van az, hogy én kapok ha 600 dollárt a Jokerék, meg 1900-at? Most ezt a téma, nem. 600-szor 2, azt tudod mennyi? Vasat nem kaptam még itt. 1200. Tartozásokban vannak. 2000 mennyi? Hát 3400. Nem igaz, nem, mert először az matematikailag azt el kell osztani 4-gyel és felszorozni 0,2-vel, és akkor azt jelenti, hogy csak 900-at lehet, igen, kapunk, ez meg 1200-t is lehet bejönni ebbe a streambe, srácok. Hát de én 600-at kaptam. Lábfétisebb van! Hát de most mondtam. Annyit utalnak, hogy ha 600-at. A másikat kézzel. De mi csak 500-at kapunk, mert az öreggel mi szegény gyerekeken segítünk, meg így ilyenek, van. Tudod. Ez igaz. Ja, lakhatási támogatás. Igen, az öreg ilyen charity típus, tudod? Így van. Én lakhatási... Mi az, hogy charity? Én nem kapok izé lakhatási, baszhatási kapok. Székes? Hú, de nagy itt a izé ma. Az van. Azt a dugau van. Hétvége van. Dugau, neked is dugau lenne már. Milyen hétvége van? Dik, melyik naptárt szed? Melyik naptárt nézed te? Én nem, még csak szerte. Istenem. Nem dolgozik, összefolynak neki a napok. Na, mondjuk ez igaz. A naplopás, bazd meg. Ez mondjuk igaz. Mondjuk, ha ez lesz a rendőrségen is, akkor túl sokáig nem kell, hogy oda járjon. Jó, hagyd kérdezzem meg most... Nyugodjon meg, apu ezredes, jó lesz ott minden. Most jó a hangom? Most ahogy beszélek így, nektek? Hát ilyen José Carreras-os. És így... Carreira? Jó, most Carreira a hangszállam működik? Szia. Hogy életesnek tűnik. Is most így. Hát te az szexuális. Tudom, jó, már egyből szoktam. Passz kell a picsádba! Há? Ennyiben nem, köszi. Abba nem. Abban már van. Miért? Mikor kaptál utoljára egy jó nagyot, ha? Ó, ez a... Talán neked beközött van hozzá, amúgy meg... De amúgy ezt válaszoljál, figyelj csak, egy rendőr kérdezett, válaszoljál, jó? Így van, egy rendőr! Mikor basztak meg utoljára, így van? Nem igazolványt forgalom, itt jogosítvány! Mikor volt Joker, amikor kopogtál? Várja, tegnap. Miközött hozzá, rendőrt nem kérdezel fel. Így van. Igen. Így van. Szóval válaszolj, mikor kaptál. Most válaszoltam, tegnap voltál. Hasszom, ekkora kormány van ebben a kocsiban. Nem én volt, ezredes úr? Ez szemenszedett hazugság. Jó, azt tudják, hogy kollégák között nem lehet semmilyen. Persze, de még nem vagyok felvéve, persze, uram. Persze, tudjuk, persze. Jó, hát, hogyha az így van. Aztok! Barbara! Bocsánat! Most elegem van! Szilva, kösz szépen a szubot, nagyon-nagyon szépen köszönöm is mindenkinek. Köszönöm szépen. Ajaj. Akik... forszolják a dolgokat, hogy ez hol van, az hol van, meg ilyenek, srácok. Hát én már össze vagyok. Vagy bazmán ki őket a picsába, Lici. Köszi. Nem lehet így fővenni a ritmust. Köszönöm. Most amúgy hova megyünk? A gecibe. Hát tedd már innen azt a retkes lábot, hát. De te mit kicsapkodsz, te? Hát te nem teszi arrébb a lábát. De te normális vagy, hát szolgálatban vagy, bazd meg. Jaj, bocsánat. Jó, apu ezredes belső vizsgálatot indítanék a Lajossal kapcsolatban, ugyanis dükezelési problémái vannak. Ezt már jelenteni akartam egyébként. Nem tudom, hogy a pszichológiai vizsgálaton hogy ment át itt a felvételné, de én azt gondolom, én hogy... Én simán átmentem. Az biztos. Igen, mi van? Meg kéne állni, mert begörcsölt. Jaj, de miért állnánk meg, ha? Jó, hát nézzük meg, hát ha meg tudja nézni egy lapos elkerék, aztán jó, oké. A következőnél le fogok hajtani jobbra. Itt lesz a human lap szabályozás, akkor ott legállok, jó? Nem csak... Jó, csak siess. Jó, de nehogy már kezdjél bőgni. Tudod mit? Sietek, jó? Atyám, virág lennék én csak neked. Hát most lassabban még. Mert forgalom áll előttem, érted? Olyanokat mondod. Rendőr vagyok, bazd, vagy nem, az indokolatlan használatért megrobást kapni. Így van. Igaz, öreg? Így van. Lali, takarodj már azért. Itt vagyok én is, úgyhogy... Ne lőttünk. Amúgy is, ha nincs itt az ezredes úr is, maximálisan fogjuk végezni a munkánkat. Így van. Maximálisan. Jó, hadd szálljak már ki én is, bazd, nem bírom elviselni ezt a zsongást, amit... Azta. Na most kantálnod kell? Nem, hát szintén az oldalon. Miért itt akarod összeszarni magad egyébként? Megkérdezheted? Én nem tudom, elnézést, apu ezredes, most ezek a... Ezt már akartam, hogy minek kellett itt a nagy emancipáció hatására a női alkalmazottakat bevenni itt a testületbe. Csak a hát szart hozzák ránk. A szart. Ez a legnagyobb probléma. Tamás, köszépen a szobat. Hogy a polgármester asszony szava valamiért számít. Hát ez tényleg baj.
De hát én már 1000 éve itt dolgozom. Nehogy a főnökötök legyek véletlenül. Jaj, tehát hol leszel te főnök? Asztal. Mi? Most van rajta? Kit látnak szemeim? Jézusom, mi van? Szeva Stranger Things. Nem hallottam. Tehát te kitűcs, te passzokó! Te kitűcs, te büdös geci! Az anyárra! Uraim, nyugodj! Állj le, figyelj, viccel se! Figyelj csak! Feküdj le, ha mondom! Hova lő, Stranger Things geci! Biciklis buzik! Egyik sem mozdul! Ne jössz kész az 5GBP-t! Egyik sem mozdul! Nagyon szépen köszönöm! Én nem velük vagyok, én csak ide feljárok, mehetek? Nem, Mamika, fogja be a pofáját, álljon oda! Senki nem megy el! Velünk van! Álljon oda az autóhoz, nagyszerű! Köszönjük, hányan vagytok? De sokan vagytok, a kurva anyátok! Kell szereznünk egy autót! Zeus, kösz szépen! Tomi, kösz az egy hónapot! Te mi a... Balázs, nagyon szépen kösz! Ki? Én? Járőrözök! Fogd már be a szádat, Lalika! Járőrözök! Mit csinálsz? Járőrözöl! Most derül ki, hogy a múltban a lánya. Igen, tudod, mondtam, hogy ez a munkám. Árulok. Hogy micsoda? Én mondtam. Kurva, jó, visszük ezt is, hogy? Hey! De te hova kiremeszkezett a passzokat? Te normális vagy! Vissza, kutya! Menj vissza! Hozzatok 2 darab 4 személyes autót, kérjétek meg, hát akár agresszívan is a benne ülőt, hogy szálljon ki, visszük az összes gyökeret magunkat. Figyelj csak! Akkor zero! Erre miért van szükség? Így van! Miért van erre? Kezd el beterelni a parasztokat. Egyébként elnézést kérek az agytrasztúrtól, ez az autó 4 személyes, csak úgy segítek. Az nagyszerű, de én te többen vagytok, mint 4-en, úgyhogy... Igen, volna, számolni a hülye fasz tud számolni. Most már tényleg elég lesz. Igen, új a stúdió. Új srácok, 170 millió forintért vettem. Jó, melyikötök akar motoros túrázni? Ó, hát én nem szeretem. Uniós pénzen. Én is szeretem a motorozást. Autóval megyünk. Joker! Igen. Szálljál be ide szépen. De most mi nagyon barátok vagyunk, ugye ezt nem felejtetted el? Hector, takarodjál be te is szépen ide az autó hátsó ülésére. Ez is Barbara. Kurha, üljél ide be mellém, és aztán fogjál rájuk fegyver. Na. Figyelj csak, te... El is mehetünk. Elnézést. Nem, a többieket szépen kezdjétek el bezsákolni autóba, mindenkit autóban akarok ki. Látni. De ki? Én. Ülj be! Hát ülni. 4 személyes. Ülj be! Csak na, a Lali olyan hülye, hogy beül, csak szólok, hogy nagyon Lali, hülye. Szállj ki. Lali, szállj ki, neked most kiszálljon ki, én kiszállok akkor, tessék. Nem tudom. Nem, én nekem kell kiszállni. Menjél vissza. Nem, akkor visszaszállok. Lali, a főnök csak visszaszállok. Kiszállok. Jó, beszállok, nyugi. Akkor most kiszálljak? Előre üljek vagy hátra? Forduljak meg? Jó van, beszálljak. Most én szálljak meg? Forduljak meg? Nem. Itt üljek be? Úgy. Hátra? Szálljak be? Igen. Agyfasz kapok. Bocsánat, elnézést. Lajos, beszállok. Kiszálljak? Tényleg agresszívabbra? De jó, most akkor nem tudom beszállni. Nem kell lenni, valamiért nem tudok. Én a szóval. Most beszálljak? Elnézést, uram. Kiszállsz. Aki vezető ülésről kiszáll. Mr. Dallas. Így van. Kurva anyját te ki, passzopónak. Mit csinálsz? Nem magyarázol, ügyi. Jó, nem magyarázol. Jó, megyek. Én vagyok, ugye? Én vagyok. Térdelj le, Lali. Te meg állsz. Állsz meg. Most akkor álljak, vagy bazd meg? Most találjátok fel ki, most álljak. Most azt mondtad, álljak, bazd meg. Most álljak, vagy mi? Joker, Hector, be az autóba, és nem szálltok ki. Kis asszony, ja. Hector, te is. Előre üljek? Központi zárat, bezártam az autó, zárva van, menni nem fog, tudtok kiszállni. Menni fog, hogy hallom, előre üljek? Mindenkire fegyvert tartok, jó, az összes többi ember befelé a másik autóba, ami ott ül. Helyet cseréljek az öregje, mert lehet szépen. Nem, szépen fegyvert csobaktartó. Zsákoljátok be az autóba, a többi itt zsákoljátok a rendőrfőnököt be. Is. Az mit jelent, hogy bezsákolni? Semmi baj, csak a szokásos. Szia! Persze. Ezredes úr! Azt a kurvát öljétek meg. Ez ja, hogy lett ezredes, ez a szerencsétlen fogyatékos? Hát, szálljunk ki! A kérdés az, hogy te hogy kaptál meg? Szállsz vissza, öreg! Szállsz ja, vissza! Azt hittem, hogy szállsz! Van a központi záró, hogy az anyádba szállták. Ki főhúzza a gombot, bazd meg! Vissza a rendőrautó. Így jó? Igen, fegyver van rá, ez a tempomat van. Jó van, Dallas, szobd le a fegyveredet, jó? Ülj bele a fegyveredbe, jó mélyen. Érted? Vedd le ezt a kurva izé ajtót valahogy így központilag. És azt kérem, hogy a popádat fogd be, mert áramlik belőle a passzag, jó? Az szép, nagyon menő vagy. Szálljak ki? Kiszálljak? Ó, ez lett volna, igen, te a napok itt a hülye gyerek. Írd le legközelebb papír, hogy ne pelesd, de hülye a gyerek. Amúgy igen.
Na most már tedd legyen, mert mindenkit lelövök a gecibe. Szálljak ki? Ugye, ne szállj ki! Ja, azt hittem. Fél óránként kivégszel egy túszt, akkor már a kettőre otthon vagyunk. Csak mondom. Mi a helyzet? Minden jó, Dallas. Ja, amúgy tök jó, hogy itt vagy. Most már jó, én nem gondoltam volna, hogy ilyen szerencsés fogás. De tudod, hogy... Figyelj, csak azon gondolkodtam, hogy kérdezzek már tőled. Most de viccentünk, Dami van így, viccentünk. Nem akarok köcsögösködni, de miért nem ültök be? Figyelj, adjál egy cigit, mert fölkúrtál. Figyelj csak, mert... Ez a motorozás nálatok, ez ilyen Stranger Things-es, visszamaradott, lázadó, rossz fiú vagyok, ilyen csicskaság, sérült vagyok mentálisan, és közben ezt akargatom, ez így működik, nem? Tehát ez tökre jól látszik rajtatok. Mi? Ezt honnan vetted? Hát csak kérdezem, bazd meg. Laikusként. Na itt én kérdezek, fiam. Még ilyen autót sem vezettem ebbe, én mindig csak hátul ültem. Hát mert basztak pont, mi? Egy példobos cigijé. Hát megérted. De még mindig vicces fiú vagy, buta barátom. Hát bazd meg. Ilyen az élet. Adjatok már cigi, tényleg nincs, mert nem dohányzok most. Leszoktam, de... Lesz, bőrszi van. Nagyon sok lesz. Á, Istenem. Ezt meghagynám megint, tudod. Annyiszor, oly sokszor, és méltán emlegetett édesanyádnak, de egyszerűen ez mindig ezzel amúgy... jössz. Igen? Igen? Joker? Igen? Igen? Mondjad! Kiszálljak? Azt akarod? Ne szállj! Ja, azt hittem. Majd szólok. Figyelj, mert most mi lesz? Te eljövünk csak itt kis békés helyre, hogy ne zavarj. Tudtam én, hogy ilyen jó barátok vagyunk, hogy egyszer elhozom. Ez a Dalimali nagyon rendes, te. Ugye, Dalimali? Nagyon rendes a Dalimali. Meg is csikorom itt a fületem itt neki. Dalimali, csúrjunk! Sokáig lesz ilyen jó kedvetek, gyerek. De barátok vagyunk, most mit gecizel vele? Ja. Melyikötök szart be amúgy? Én nem emlékszek a barátságban, aki felé az autóból bumburnyákok. Most akkor szálljak ki? Most szállják de ki, és szálljon oda szépen a, most a csöveghez, jó, a falhoz. Ezeket? Oda. Durva, figyelj már! Miért kell amúgy ilyen agresszívnak lenni? Hoztad a csövet? Menjél! Hoztam, itt van a gatyámba. Gyerünk, amiben kiszívod a csövet? Megkaphatod. Gyerünk, az oda szépen. Kínálgatjátok, bazdok, senkinek nem kell. Mi állandóan a passzotokat kínálgatjátok. Senki, kutya nem nyúl hozzá. Sivatagban vagy, sokat beszélsz, hogy szárad a száll. Mert sivatag az olyan, visszafordultok. De hova? A sivatag olyan, mint a könnyű fár. Sőt, be kell lenni, bazd meg, vagy mi? Olyan szép az a fal, olyan szép az a fal, nem? Jádos, kösz a fél évet. Nézd csak. Igen? Igen? Na, nagyon csúnya. Nem beszéltek ügyi? Nem, de hogy is, arról beszélünk, hogy milyen jó barátságot tudunk kapni. Nem hallgatódok, nem azért a két forintért, csak fogjátok már be a kurva pofátokat. Te popázol egy pontjába, szomorodjál meg! Ez neked mitől ekkora pofás? Nekem még van vele beszélni. Mondhatok valamit? Beszálljak? Na mondjál egyet valamit. Most akkor mikor szállunk vissza, mert már kezd fájni a lábam. Tényleg hidegben. Te nem fogsz visszaszállni. Állj a lábad. Igen. Szar lehet. Nem úgy bekötötték ezt a szar. Miért vagy ilyen velünk? Te nagyon lábad fáj, Joker. Az összes. Melyik lábad? Hát most ezt így nem tudnám neked konkrétan körülírni és kifejezni, mert tudod, érszűkületem van, és ezt így meg van. Kell műteni, és egy óra múlva várnak a kórházba, úgyhogy le kéne lépnem. Jó, figyelj, nekem elég azt mondod, hogy nem tudod, melyik a bal és a jobb. Tessék! Nekem elég azt mondod, hogy nem tudod, melyik a bal és a jobb. Ez a jobb kezem, amivel most felemelek. Hülye gyerek, hát hülyének nézel. Az a jobb, rendben van. Valaki elmondaná, hogy itt mi történik. Hát ez nem tudom eljátszani, én tudom, ez egy kandi kamera, igaz? Úúú, de jó volt! Joker, mert nyakon kurlak. Jó van, kussoljál, jó? Mehetünk most már a lakunk visszafele fordulni. Tudom, hogy szeretett, hogy itt van a szád, de most kussolt. Öreg, háromra mindenki messze. Ezredes úr, szeretném elmesélni, hogy ez a három barom arcú, aki itt rendőrnek adja ki magát, csak azt nem tudom, hogy maga is hogy lett ezredes, hogy ezt nem veszi észre. Itt a város legnagyobb söpredéke. A legjobb rendőrök. Ez apu ezredes. Az a baj, hogy nem tudja befoglalni a pályát. Most bocsánat, nem azért szeretném. Így van, magömlése van, az a baj. Ezredes úr, kus, jó? Azért szeretném megszakítani. Ezredes. Azon kus, az kurva anyádat. Most már kus. Azt mondtam, hogy kus. Szóval azért vagyunk itt, mert amúgy mi elmentünk motorozni a barátaimmal, csak hát megláttuk messziről. Neked akkor kussak kedvenc szavad, Dallas? Az meg a, meg a passz. Neked is lehetne, megbarátkozhatnál vele most már, Lalikám. Veszed el, szóval Gaming, kösz szépen a szubot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Vagy itt áll az útszélén. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, srácok, királyok vagytok. Köszönöm.
Mert nekem ebből elegem van, hogy ez a bűnözőként próbálnak minket csarolni. Fogd már, ne üljetek meg egy fegyverrablást, minket bele majd próbálják húzni. De gondolom maga erről mindegyikről tud, csak a fordítottját. De ha már így alakul, ön is meg, itt van, komolyan, akkor benne lehet a játékba. Hadd köszönjek el anyukámtól. Most el fogunk játszani az egyik kedvenc, majd amikor szólok. Most el fogunk játszani az egyik kedvenc játékunkat. Jó, ugye, pogócska, bujócska! És tépstop, én nem leszek fogó! Ti négyen... Az öreget már is így? Már megint leesett a vércukra ennek a nyomorúba. Valaki én tudok újraélesztést alkalmazni, amúgy ez igaz, a doktornő? A doktornő tud. Gyorsan vegyék le a bilincset! Vegyétek le! Nem bírom el! Jó, addig elmondom, srácok, amíg itt történnek az események, hogy csütörtökön, azaz holnap és holnap után nem biztos, hogy lesznek live-ok, mert van egy fontos dolog, amit meg kell tenni. Úgyhogy nem tudom, hogy meg lesz neked tartva, lehet, hogy az egyik igen, a másik nem, attól függ, hogy hogy van ez a helyzet. Ezt el akartam mondani. De szuboljatok fel, mert mindjárt megvan a 3000, imádom, csak 320 kell köszönni. Összeesett a szégyentől. De ez az igazság, remélem, most hallasz, barát! Szóval köszönöm. Köszönöm. Semmi viccet, de nem áll, léci! Oh, ott a nem áll! Erre szóval most szükség van! Alien, nem az kov, kösz az 500-at! Nem fogod be, menjél oda hátra, mert Alien! De veled majd még számolunk. Ilyetosan. Motoroskám, igaz? Motoroskám. Az... Milyen motoroskám? Az motoroskám. Jézusom, a ruhámat lebet... Öreg. Lebetkőztetett ez a... Lássa ezt a puezzedes, lássa, hogy a bűnöző. Bocsánat, ilyen vastagon voltál öltözve, két azért akartam, bár itt mindenki pofázik, de egy alapvető tényel probléma van, azt mondták, hogy rendőrnek adják ki magukat. Nem, én neveztem ki őket. Így van, blabla! Igazolványokat elő! Rendőrök vagyunk! Kösz szépen, Alien! Lehet, hogy ez volt életed legnagyobb. De te miért te a kiküccs, te büdös köcsög! Meregítésem meg kettő kap! Álljál, turha gecs! Nem tudom, az a helyzet, hogyha párhuzamba állítom egy söpredék motoros bandával, illetve azzal, hogy megmentsem. Na hát hozzájuk képest, mi még mindig egyébként mint állampolgárok vagyunk, ez a három nyomás. Attila, köszönöm 500-et! Az a legnagyobb probléma, hogy azzal, hogy itt most fegyvert fognak igen, rám, igen, illetve a városnak a három igen, egyik legmagasabb beosztott rendőrének. Márk, kösz szépen a szívem, nagyon szépen. Elnézést, elnézést, megszámolhatom már. Még egyszer, hogy hallotta a számokat, hogy hány beosztottja van a legmagasabb pozícióba? Leszarom a számaidat. 1, 2, 3, bekapod a károm. Uraim, ennek a kifejlete kettő dolog lehet. Vagy elengednek és elfelejtik ezt az egészet. Hát ha választhatják ezt is, soha többet nem fognak tudni ebben a városban. Bazd meg, én ezt nem bírom rá. Ugye, tovább pofázol, a rókák fognak széthordani téged. Na gyerekkel, kezdjük el a játékot, jó? Mert kezdek unatkozni. Ó, szeretem kártyázni. Milyen játék? Igen, ti fogtok kártyázni. Így, a legerősebb lap nyer. Igen, ti fogtok négyen játszani. Ti négyen fogtok játszani. Nagyon egyszerűen, szépen körbeálltok. És igen? Első földön fogásig megy a játék, szépen egymás ellen fogtok bunyózni. Na egyszerre. Ez úgy hívják, hogy free-for-all. Szépen elkezditek csapni egymást, amelyik először kidől, az kiesett. Van egy kis problémám. Van egy kis problémám, elmehetnék előtte nincs szarni. Probléma. Nem, nagyon kell szarni a csábódok, nem azt hasznos be. Sorodjatok szét, figyeljetek az esport esemény. Hát szarjon meg! Figyelj csak! Egy jó nagy kört! Nagyon lásd, hogy kivel van dolgod! Nem ám, az ezredes! Az ezredes kimaradhat az első körből, kis jelok kísérdel odaadom mögé kulázni. Igen. Odaadom mögé kísérdel kulázni. Nem hallom, bazd meg, mit mondasz, mert Árondal ordít mindegyik geci. Tessék! Na szóval! Elnézést, Dallas, megengedsz egy ott, hogy egy fél percre bemelegítsünk, mert ha nem melegítek, bolyat ütök, hogy belül a levegő. Jó, akkor gyorsan megbeszéljük. Figyelj csak! Az ég is úgy lett kék, hogy megütöttem mellett. Elmondom, hogy lesz. Gyorsan. Ricsi, kösz szépen a szobat. Ki fogjuk ütni az ezredes urat. Azt fogjuk neki mondani, hogy bocsánat, de ez nem azért van. Ez csak egy játék. Utána Lalit, neked ki kell esned, jó? És mi ketten összecsapunk? De mi miért? És akkor azért válvasz meg, mert jó, sokkal. De most úgy elengedjük a tartozásodnak a 2%-ot. Így van, a 2%-et. Tényleg? Jön a karácsony, minden. Az jó. Így van, rengeteg. Jó? De akkor harmadik nap ki kell esned mindenki? Még azt eldöntöm, de okay, rajtad lehet, hogy végig. Nincs hozzá, jó. Öreg, meg játsszuk meg,
okosba ezt a fájtot, ilyen véget nem érős. Tudod, ilyen nagy kemények vagyunk, amikor vagyunk a Terminátor, azt utána ide jönnek, könyörögnek, hogy nagyon jók voltunk, hagyjanak be rendőrnek, mi meg refiskázzuk őket, bele kell tenniük a lábunkat, meg az megbasszuk az anyukat, ruhájukba, azt elmegyünk, azt megmondtuk, hogy ízé, takarodjuk. Az anyukat is megbasszuk, ugye? Ennyi. Ugye, hogy megbasszuk az anyukat? Megbasszuk az anyukat, még ki is szállok ilyen. És az apjukat is. Apjukat is, oké? Ilyen véget nem érős, tudni, Terminátor. De az apjukat is megbasszuk, ugye? Ne, a nagyanyukat is, sőt, kiássuk az összes lemenő felmenőket, azokat is megbasszuk. Sőt, ők ássák ki, és úgy basszuk meg őket. De úgy, hogy közben ássák is, meg is basszuk azokat is, akik kiástak. Így van, az ásás közben basszuk őket, és utána azokat is, akik kiástak. Így van, meg azokat is, akik végignézik, hogy ásás közben basszunk. Így van, Lalit is megbasszuk. Kezdődik a játék, gyerünk. Dehogy nem, Lali. Meg leszel baszva. Na, így van. Bindur pandurok. Mehet a dolog? Ez vezesse nekik kapatomás, hogy nem megy, különben tüzet nyitunk. Szeretném látni, hogy ki fekszik először közületek. Jó, most ki kezdjük meg, mi van? Mi lett a megbeszélés? Gyerünk, kezdjétek el csapni. Jó, semmi, ezredes úr, figyeljem. Darlasz úr. Kicsit játszunk. Figyelj csak, most 4v4, így mindenki ellen vagy. Azonnal egymást. Csak úgy. Így, bum. Így, és mint egy lány. Csak nem, minket, hanem egymást. Egy minószé, már kiütöttem. Így van, Lali, gyerünk Lajos, a kurva anyád. De te kire ütsz vissza? Lali, a kurva, te mi? Te csicsa, gyere. Há? Pák! De ne engem. Ha mellé ütöttél, te csicsa, gyere. Lali, mi fog engem, mit kifeszfogadtam? Há. Lajos, figyelj. Állj meg, Lajos, és mondom a választ. De... A kurva anyad. Látod, Dallas geci, mindenkit kibasszunk az öreggel, mi vagyunk a legkeményebbek. Jó, ne bozzá, gyere, gyere, ez nagyon kemény volt. PÁM! Ez nagyon kemény volt, úristen, megütött az öreg. PÁM! Úristen, direkt hagytam magam. Oppa, egy abba. Semmi, bazd meg, semmi. Opp, de hűsél, ennyit porzik az arcom, mint a szőnyeg. Mi van, nekem is? PÁM! Én nekem két szőnyeg úgy porzik. Nekem három szőnyeg. Jó, üsd meg, figyelj, hopp, üsd meg, gyere. PÁM! Hopp, négy szőnyeg vagyok, négy, PÁM! Direkt volt. Tíz szőnyeg. Direkt volt, gyere csak ide, te. Figyelj csak, te kire emezkezed? Joker. Jó, ne haragudj! Zoli, köszönöm! Jó, írja a gelesztás Joker, oda nézd! PÁM! Kis gírja, szívós! Lali fölkelt poraiból! Szívós! Pász meg az anyád, nem szállít elérnést! Lali, feküdj vissza, Lali! De te mit csinálsz, Lali geci? Téged is ki... A rákegy a gyomrodra? Hello! Krépek, satek! De ne is szedek már, bazdmeg! Vissza! Szar, egyek ki a picsátokkal! Ura! Elnézést, nincs rajtam a szemüveg! Jaj, hát de nem látom, te faszfagy! Én is hát, nem látom a szemüveg, kiesett a kontaktlencsém! Ez Joker, te vagy? Jaj! Hát? Most hopp, az öreg nyert, te passzokó? A másik három fekszik. Öreg, te fel a kezed. Itt vagyok, stip stop, én nyertem! Az öreg nyert! De te ki tudsz, te passzokó? Igen, volt a gátis! Álljunk le most már! Nézd meg, pentázgat! Elég legyen! Elég legyen! Megvan a nyertesünk, az öreg nyert. Köszönöm. Ilyen ügyes volt. Igaz, én voltam meg az öreg. Köszönöm szépen. A díjakat... Nem ért. Pénzdíjazás volt? A díjazás az meg lesz. A díjazás az meg lesz. Jó. Elnézést, pislolnom kell. Elnézést, de a becereben vasököl. Gyere vasököl, csücsülj fel egy motorra. Ja, azt, vigyázz, mert ez buzi amúgy a Darlasz. Lali meg Joker, te is gyertek, üljetek fel egy motorra. Vigyázzok, hogy ez de én nem akarok. De azt mondtam, hogy ülj fel egy motorra, vagy lelőlek. Te is szonyom van egy motorról. De amúgy, figyelj csak, az a baj, hogy gumi allergiám van, tudod? Gyerünk egy motorra. Milyen geci csúnya vagy. Az anyádat mégis megbasszol. Te is szonyom van. Melyik motorból voltál te? Most mondom. Temető idémon. Milyen temető idémon? Nézd szépen a tükörbe, hát? Nyugdíjas B-turbó. Hát rád nézett. Mi van? Ha tedd be magad csak a rékre, mert kapsz egy maflást, az főtúrod arcol a földet. Mit tőled kapok maflást? Szartalicska. Hogy nézel ki? Hát miről beszélsz? Már kórházba vagy. Gyere öreg, sétál ide a kifutó elejére, kísérjétek át a fal túloldalára az öreget. Hova ide? Jó van, nem kell fegyben tartani, most komolyan itt vagytok négyen. Menjél már, ne a szád járjon a lábad! Istenem! Egy-kettő. Ti vécére is együtt jártok, mint a lányok, mi? Ha? Ha ezt gondolod... Itt a passz, meg a két golyó. Azért szeretsz erre gondolni, benne. Nem? Azért szeretsz erre gondolni. Szeret a passzra gondolni. Na. Vimele magadnak.
Igen. Ide kell jönni, vagy hova? Mit mondott az izé, a királyotok? Zero a izé fejkendőmet, azt szerezd meg a szövegemet, mert valamelyik buzi levette. Vedd le a szem... Izé, Joker meg ott patorozik. Azt adod-e neki. Ott, keresd meg, Zero. Figyelj csak már... Veszem ki a nyakadat. Te most hogy motorra jöttetek, apu ezredes? Még mindig nem értem, hogy mi történik itt. Azt a lövöldözés van. Itt van. Köszépen, ice cream! Köszépen. Én nem tudom, mi a passzom van, igen. Megvan, oda, berakom a sebetbe. Jó, srácok, akkor az autó elé oda lehet menni. A rendőrautó? Oda. Andrea, Marikám? Nagyon szépen kösz az ezret. Szerintem ezt nem nagyon gondolták át még mindig ezt a forgatókönyvet. Nem, kicsit káosztam. Menjetek a többi után. Hát tipikus ilyen kérdezik. Ide-oda sétálgatnak, mintha a színzbe lennénk. Ratyik. Nagyon szépen kösz, Andrea. Most a Pride-ra nincsenek elegem? Mark, neked is a szubot, és nagyon szépen kösz mindenkinek, srácok. Szerintem igronálnak. Hát örülj velük, figyelj. Lali, iparkodj már, bazd meg! Jövök. Szaladj! Hát nem bírok, bazd, már szúr az oldalra. Ja. Igen? Ja. Hozzatok három motort. Szia, másik két motort! Szia, Joker! Nagyon beütöttem, mi biztott a jobb kezem, nézd csak! Joker, akkor gyere, visszakapod a motorodat, de ha megint elindulsz, akkor a következő golyó az... Honnan tudtam? Martin, köszönj 400-ben! Én jó barátok vagyok, megint! De nem tudok motorozni! Elindul magától egyenesen! Ezredes, pattanj a motorra! Ó, verseny lesz? Igen, Hector, vetkőzlem ezt el erre! Várjál, de nem... Helyennyire! Ezt nem akarom láttetni! Úristen! Kussoljál már el, bazd meg! Hát a kurva nyárba! Haladjál, dobáld lefelé a textil! Jó, lehagyolok, kigombolom a nadrágom. De légy szíves, fogjátok vissza magatokat, mert egyből rá akartok harapni, rohadjékok. Nem tudom, hogy kell levetkőzni amúgy. Igen, lehúzom a nadrágomat. Szuper! Tovább nevetkőzni, mert nem akarjuk látni ezt az ótvaros picsádat. Anyád úgyis tud róla mesélni. Állj oda a motorosok elé szépen. Igen. Konkrét Júj, öreg, ez nagyon szexi feladat, hadd én! Bizony, gyerünk oda a motorosok elé. Mit kellene venni a ruhát? És kísérettel, kocogás egész végig, kifelé... Le tudok vetkőzni valahogy? Az út széléig, a repülőtér elejére, ti pedig kísérjétek. Ez mindennapos feladat amúgy. Hát egyébként ez a sima reggeli edzése egyébként, van, de mindegy. Öreg, ezt reggelizünk. Persze. Nem? Öreg, ha nem futsz, akkor lelövünk. Várjál meg egy kicsit, egy pillanatra. Jaj, öreg, ülj fel, de azt mondja, mint a futnál, csak próbálod a lábod. Jó. Gyerünk! Próbálom levedni a izébe. Indulás. Igen. Futás, nehogy lábon lőjünk. Hussá, öreg, geci! Egész véletlenül, nehogy lábon lőjünk. De most mi... És én miért motorozok? Most verseny van? Ezt nem értem én sem. Jó, hagyjátok, hogy nyerjek. Lajos, maradj le! Lajos azt mondta, hogy nem hagy nyerni. Nem engedte. Pedig le kellett volna vetkőzni. Azt szokorú. Elnézést, Lajos! Rajj, már meg van itt valami! Nézd már, itt egy kis sibe! Mi? Hol? Itt egy kis sibe. Hol? A rák meg ez! Moré, már mindjárt kiszakad az oldalam. Milyen jó ez itt a sivatagban, igaz? Hát... De te kirelőzte, passzopó! Hoppá! Hoppá! Véletlenül eltaláltam! Ha látta egy százas töreg, mi van? Nem mindegy, végre, nem sokára rájuk. Lesz a fejedben is egy ilyen kibíró. Dallas, ugye jó barátok vagyunk, de a Lali ott piszkol. Jó, így van ő, alibizik, látod? Jó barátok vagyunk, de a kurva anyádat. Elnézést, fiatalember! Bocsánat, te normális vagy? Szia, elnézést! Bazd meg! Meg ne próbáld még egyszer? Te micsoda, miről beszélsz? Ez mi ez? Ezt most én sem értem, mi történik. Nem tudom, ez mi. Ez már kezd kellemetlen lenni, mint Fing a mondomba. Attila, köszön 400-at. Nem biztos, de tényleg, hogy az anyátokat miért nem basszátok teherbe? A
Azt nem tudjátok megmondani? Az enyémet biztos, de... Az büdös kurva anyátokat verjen teherbe. Mindig leürít minket a te anyád, te nyomorult. Ezek a beszélgetések vezetik. Zsombor, kezd szépen! Írod még, öreg? Hát most ez nagyon... Ez egy elég kellemetlen szituáció. Az ő menek hatalmat volt. Maximum neked, öreg. Hallgass fel, téged kikérdezett. Ez egy jó kis sivatagi motoros erdés. Hát easy. Jól csinálod, az a... Szerinted le tudod őket foglalni? Jaj, bocs, öreg. Ah, le. De te elgázolsz, te normális vagy? Maratonfutó lettem. Ez jutott nekünk. Lancsika, figyelj csak! Jézusom, jó vagy? Ne próbáld meg! Jó, vagy nyugodjatok már, hova lövöldöztök egyből? Szuper! Hát rád bazd meg, hogyha el akarsz menekülni. De nem, mi hova menekülni, kell nincs rajta kerékpak, vagy te paszcibáló. Vagy mi a geci van a szemedben? De milyen vidám vagy még ilyenkor is. Na srácok, akkor most megöljük őket, vagy játszadozzunk még egy kicsit? Játszadozzunk. Levetkőzzünk? Megbeszélni valamit? Mit szeretnél? Figyelj, én nekem vannak követeléseim. Na mondjad, hallgatlak. Akkor írd egy papírra, tekerd össze, szúrjuk fel a lyukatba. Az összes vádat, ami ellenünk van. Törlitek, leszálltok a kibaszott csapatomról, mert kurvára elegen van belőle, hogy rám akarjátok fogni azt a kibaszott fegyverrablást, amit ti intéztetek. De a laszkátorot érzel, mi a probléma? Én nem intéztem semmit, és nem tudom, hogy ti intéztétek, jó, beszéljünk nyíltan, apu ezredes. Itt van a kiöregedett Stranger Things banda, a kereplő bicikliük, hogy tekernek a környéken, van bád ellenük. Nem tudom, ezzel kapcsolatban tudunk valamit csinálni maga szerint? Hát az a legnagyobb probléma, az a vád, amiről szó van, ahhoz képest, amit most csináltak, bocsánat? Az kutyafasza. Hát ez az. Meg is hallhattok. Golyó által a kötél. Hát jó, de értem, hogy mit mond. Ezredes úr, megengedi? Csak egy pillanatban a laszkátor. Nem akarok megdögleni, csak amit te kérsz, az olyan, hogy vagy te vagy én, érted? Noel. Szóval ez így akkor nem fel alkú. Jó, nem, igazából én tudok egy alkút felajánlani maguknak, viszont azokat a kibaszott fegyvereket, ha most nem teszik el soha, így van. Semmilyen alkú. Így van, faszopó, tehát van. Egy ember elteszi, mit szólsz? Válasz ki egyet. Mindegyik elteszi, vagy egy nincs alkú. Figyelj, ez egy nem az a beszélgetés, ahol most itt értem, amit mondani akarnak. Hát, én szeretném meghallgatni, hogy mit szeretnél nekünk felajánlani. Lali, a fegyverihez nyúlt! Így van. Lajos, te mit fegyverezel? Hát egy az, hogy szerintem ha engem megölnek, vagy bármelyik kollégámat, onnantól kezdve ebből a országból... A kibaszott sivatag kellős közepén vagyok. Hát az a mai, hogy az egész állam, mert hogy az állam az... mi vagyunk az talán állam, hogy... Ez kit érdekel? Az a baj, hogy helyzetben jelző, hogy megnyomtam én a pénz helyzetet. Van helyzetjező plusz, sajnos. Két kollégina, aki itt volt, ők hova lettek? Igen. Szerintem futkároznak a sivatagba, de mire lakott területre érnek, megdöglenek. De ha odaérnek, akkor már tudni fogják, hogy kikre voltak el minket. Mert hogy annyi eszük volt, hogy saját mellényükbe jöttek ide elrabolni, el sem takarodni. Jó, van, elég volt a fenyegetőzésből. Az igen, egy per egy bárhol bármikor. Te is kapsz egyet a buzibát. Az igen, egy per egy bárhol bármikor. De miért bántod az öregét? Azért, mert egy rohacsenki állni. Szóval, pofozz már föl. Ezre megoldod, hogy kitörlöd az összes. A lájkot azt megnyomtad már? Ellenünk van. Ezt hogyan oldod meg? Na. Laptopról be tudsz lépni a rendszeretekbe? Az anyád picsájáról tud belépni. Oda mehetek akkor csiba, de ahhoz... Ahogy anyád az kötőszó ebben a brigádban, vagy mi a fasz? Hát ezt te mondod, meg a passz! Kérlek szépen, kopasz. Egyetlen egyszer fogom megkérni, ha nem teszitek le a fegyvert, akkor le is lőhettek. Innentől kezdve. Őt lelőhetik, igen, de engem nem. Így van. Elnézést, hogy mondjam, hogy melyik tudja az életemet kicsit, melyik sunyiba tanultál? Nem akarok meghalni. Jó, nagyon fontos, hogy tegyék le a fegyvert. A következő. Engedjétek le, kézben maradhatjuk, engedjétek le. Egy héten belül. Tehát egy az, hogy ezt elfelejtjük, mert ezt muszáj vagyunk elfelejteni. Srácok, a 8 centi jelleget írjuk már be, mert rosszul érzem magam most. Vipers, szépen a 6 hónapot. Ez a Vipers szemszín. Nagyon jó, igen, már nagyon sokat hallottam magukról, és mint mondtam, az, hogy
valami fegyvereket árulgattak, az kutyafasz ahhoz képest, hogy a... Igen, az embereid árulgatják a fegyvereket. Elnézést, bocsánat, hogy közbeszólok, csak hogy a diplomáciát elősegítsem, szeretném megkérdezni, hogy 100% pamuttölőrközővel lehet így pényesre polírozni azt a csúnya kopasz fejet? Igen, de az előtte anyád ráül. Na tessék, ki gondolta volna? Egyből az anyázás, meg a primitív módszerek. Ide jössz, figyelj, csak Kemorro, ide jössz, azt itt játszod a picsába. Jó, elég legyen. Mekkora fazonod? Ez egy nagyon egyszerű matek. Fogja. Ez ingém. Ingém. Hogy fegyvereket árultak, összeadjuk azt. Ez ingém. Magasrangú. Szégyelje magát, aki ilyet mond. Ez nem vicces. Ez a Dallas a Breaking Bad bejátszik, hát? Ali. És ehhez képest hoznak egy olyat, ami nagyobb ennél. Nem viccelődő. Én azt mondom, hogy azt kérték tőlünk, hogy törüljük ki itt a számítógépes rendszerből az ő fasságait, meg tudjuk tenni, de ahhoz négyen kellünk bekerülnünk a kocsiba, mert egyszerre kell az ujjlenyomatunkat a panelre rakni, és akkor felnyílik a szezám, és tárul. És vége. Jó? Mi van? Hát ez, jó, ez hát az, hát ez rendőri nyelvvel legyen és meg kóvalás. Legyen így, tartsátok rájuk a fegyvert. Igen, csak úgy megkérdezném, az gumi nélkül is megy, ugye? Az a kocsinak nem kell guminak lennie. Figyelj csak ide! De hol megy a kocsi? Jól beszél amúgy. De itt nem tudjuk kitörölni, ezt nem gondolja például. Ott nincs térerő, mondja már, hogy itt nem csak térerő nincs, hanem igazából egy bent az FBI-nál tudjuk kitörölni. De most azok mit lömöldöznek azok a passzopok? Te normálisak ezek? A keréknél is tud menni a kocsi. Hát de nem akarok menni. Kerék nem kell a laptophoz, úgy tudtam. De amúgy a kerékben volt beépítve a processzor, tudod? Jó van, hazudnám. Felőlem most már beülhetsz az amúgy autóba. Amúgy Dallas nincs térerő, nem látod, hogy le van fedve? És hogy jövünk ki onnan? Apát, fasza van lefedve. Na látod? Mondom én. Te vagy a rendőr vagy én, kivel vitatkozol? Az öreg megint szoftverfejlesztők vagyunk másodállásban? És mit csináltuk azt? Én azt mondom. THP májad minnünk is van. Van itt tüdő! 2 centi elég. Így van. Szóval. Jó, figyelj, az a baj, hogy most ott eszembe, hogy a homokórát. Jó, ezt lehet így is. Jó, Dallas, megígérem neked, hogy holnapra ki lesz törölve minden, jó, csak hogy menjünk haza, meg kakálunk. Jó, akkor egyszerűsítsük. Ne. Igen? Törlitek az adatokat a így rendszerből? Igen, holnap megcsináljuk. Így van, kontroll order. Nem áll. Hát de mi az anyádról lépjünk be, bazd meg? Hát szétlőttétek az autót. Szétlőtted is térerő. Na menjünk oda, töröljük ki. De jó, nagyon fontos, hogy megijesd, mert az a baj, hogy olyan távolságban, mert nem értenek. Nagyon pályázó oldalra beszúrt a levegő, nem kell beszúrni. Csak az FBI épületében tudjuk törölni. Így van. Itt is tudod. Épületben csak jó, meg. Hát ezredes úr, tudjuk, igen, tudjuk törölni. Így van, törölni. Ez a, gyerünk, törüljük ki, gyerünk. Én megoldom, mert én hacker vagyok, etikus. Törüljétek ki. Törölni az adatokat. Mi az, hogy etikus hacker, hát? Rali, benne van, az már sok. Neked a második fele szól csak, hogy kús, bassz meg, érted? 8 centi elég, hagyd pörögjön, mindenki írja be a csetre! 8 centi elég! Szeretném a homokórát megállítani. Menjünk már, igen. Minket nem basztok át. Nem fogok át basztok. Okos vidéki, lehet, hogy itt vagyunk vidéken. Most nem már. De ennyi eszünk nekünk is van. Oké, akkor most törölj. Tudjuk, hogy ki tudjátok törölni, bassz meg. Nincs F11. Imre, kösz szépen a szubot, nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok. Egyesek tovább tanulnak ezt itt vidéken is tudj. Beírom az én jelszavamat. Lehet, hogy nem értünk a szavamat. Beírom az én jelszavamat. Kúsba, mert elfelejtem, jó? IDDQD IDKFA. Öregöld, írd be a kúdot. Sajtos palacsinta. Enyém az hesolyam. Palacsinta, igen. Lali. Hesolyam. Igen. Nekem Uzumi MV a jelszó. Uzumi MV. Te jó, hogy nem jártam iskolába, ilyen szarokat kéne megjegyezni. Várjatok, mert kell a megerősítő kód az elnöktől. Az mert... a Selvajs. Jó, vicceltem, tudom a kódot. Te ez itt egy kamera itt elől? Nem, az nem kamera, az kicsit egy... Kicsit húzódjatok már, egyikőtök jobbra, másik balra, mert... Jó, így is. Meg. Most már nincs kamera. Na, jó, bocsánat, figyelj csak, beírom a kódot. Jó, de ez a megerősítő kód itt nem kell egyből felvenni. Elég az, az menjen. A vizet, jó. Dallas egy faszopó csicska, megbasztuk a jó édesanyját kétszer is. Kész, beengedett? Igaz ez? Ja nem, még a hugát. Az te most kitűzsz te faszopó köszön. Hát, na gyere, dobd fel a kezedet. Férfi legyél, én faszopó. Gyerünk, Lali! Kapd el, pektesd a téredet, mert ki a passzát, amíg el nem sírja magát. Állj már re! De fejezzétek már be, bazd meg. Leállsz, öreg! Nem hiszem, hogy állandóan be... Állj el, le fogadlak! Leállsz, te geti, bazd meg.
Na, szépen beszéljétek is, tüdő. Jó van, te kis na, felállsz, aztán nem, nem bugyózó, ugye? Hello! Most tedd le azt a fegyvert. Tedd le. Jó, leteszem ide a földre. Sikerült már végre kiszörülni, vagy itt akartok meghalni? Itt az aktátok töröltem. Ülj vissza a kocsiba, pingvin. Készen van, most mit kell a kocsiba, pingvin, ülj vissza a kurva kocsiba. Nincs fingás most. Most én is üljön? Másik két retardált is becsücsülhet, Hektorkám. Örülök, ugye nem vagyunk ilyen viszonyban, nem vagyunk ilyen viszonyban, Hektorkám. Gyerünk, gyerünk. Jobb hátul van hely, vagy bal hátul. Most már bal hátul, mert Ali átcsúszott. Na, örülök, hogy találkoztunk. Szép lassan balagnál kell. Szevasztok, passzokó. A rákegyek a gyomrotokat. Ezek milyen hülyék, te jó Isten. Szerintük ki lettek törölve, ez milyen nyomorék. Meg se nézte, csak hülyeskedtem. Látod, ott is bazen milyen alacsonyan száll a sirály, mert itt van Hektor most a király. Láttátok, a földön ott repült a izemadár. Hogy nem láttátok? Nagy hülyé, mi muskó közepén. És akkor most jó, viszont akkor körözést kell kiadni mindannyiunk. Hallottok engem, szia? Ha, igen, de akkor meg mit csináljátok, hogy a madárról beszéltem? Nem láttátok, milyen alacsonyan repült? A sirály. A sirály? De most komolyan. Most igen, nem viccelek. Én láttam. Jó, van, kapjátok a passzokat. Ja, ez baj. Nincs pótkerék? De van, mind a négy. 4 millió 20 forint! Jó, nem szépen, látom. 4, azt hittem csak 2 lőtt. Kösz szépen, Anonymous. És mindannyiatok nagyon szépen köszönöm. Jó, akkor elmondom, mi lesz, segünk ki lesz itt, most megállunk és tanakodunk. Igazoltassunk egyet. Szülinapom lesz mindjárt. Kell, ugye, gyere már beszélgessünk egy kicsit. Hát szarnom kell, bazd meg. Menjél szarni, hát. Nagyon kell szarnom. Nincs nálam papír. Akkor oda menj a bokorba, azt addig én húgyozom. Kösz szépen, Anonymous, a 420-át. Köszönöm. 8 centi elég ez az. Elég a 8 centi. Kakil az öreg, most ezzel várjuk. Kaksizik. Úristen, valami történik. La-l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 a. Jó, meg fogjuk szavazni. Hogy legyen-e aluljáros RP legközelebb. Vat, kösz szépen a 400-at, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Berembem, berembem, berembem. A like ingyen van a like. Felkérhetek egy táncra, igen. Erre lehet? Igen, igen, legyen, legyen. Igen, egy. Köszönöm. Hogy lehet szavazást csinálni a cseten? Nekem is hiányzik egy kicsit az aluljáros RP. Meg én azon gondoltam, hogy nézhetnénk ilyen dolgokat, mint régen a Q-bazás volt. Jani, hol vagy? Lehúztad magad a vércébe? Menjek, megkérdezem már. Jó, figyelj csak! Szarhatnék anélkül, hogy... Igen. 1972-ben vissza. Igen, okos vagy. Hopp, Jani, hol vagy? Várjál már egy kicsit, bazd meg. Jó, csak már én voltam. Szarhatnék? Apának is kell egy kút? Ádám, kösz a fél évet. Persze, hogy kell. Kup, szevasztok. Mi a helyzet, csinál? Szia, matkókám! Szevasztok, csá mindenkinek. Mi a seg? Szia. Szia, Lilike, Mizu. Szia, apa. Kell neked is kúp? Nekem nem kell kúp, fiam. Anyádnak kell kúp. Az összes sukább állandóan. Persze. Anna se tud kakíni. Hogyne? Az nem tud szarni. Kúpot is kenyérre leszi. Pölülről. Grumpis, nézd, akarsz a 200-at, a Martin, akarsz a 200-at. Na, viszont nekem mennem kell. Majd jövök. Dehogy nem. Szia, Anna néni! Szia! Azt másnak hívom. Szia, matkókám, szeretlek! Szevasz, piam, szevasz! Mi van, Johnny? Rád jött a szapora? Hát bazen, most beszámoljak neked mindenről.
Ugye mondtam, ezért. Szebasz. Semmi baj, én is fosok kicsit. Ez a Rózi, elmondom neked mostanában, nem tudom miket szokott itt izélni. Nyugodtan ülj le, persze. Mert? A Rózi, nem tudom mostanában miket szokott csinálni, de... Mi az, hogy nyugodtan üljek? Hát itthon vagyok, basszalak meg. Te vagy vendégségbe. Bedd le a kanapéről, a lábadat eltöröm. Baszd meg. Én nem akarok beszólni, de most, hogy nincs itt a fóka, neked nincs valami dolgod? Jack, fóka? Hát... Anukádat fúta? Patrik, kösz a 6 fúrapot. A foga van neki hozzá. Teste is megvan. De nem érted a célzást. Nem érted a célzást. Meg akarom basszni a nőt, nem fogod be. Ja? Hát ezért, lemenjük a gyerekekkel a homokozóba. Vidd már nem ezeket, lekúrom ezt, érted? Nem, nem. Lemarja a mennyezetet a helyéről. Elmehetnétek, hogy végre normális családi életünk legyen. Ja? Jelent a gyerekek anyába, meg apanyja meg apa tapsolni akarnak. Én is itt tapsolok. Én is szeretek tapsolni. Én a Lilikével szoktam tapsolni. Na te ne tapsolgassál. Anyádnál biztos nincs tapsolás. Igen. Tapsi, tapsi, tapsi. Tepsi, 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 tepsi. Tepsi? Az tapsi, mint a na jó, tudjátok mit? Ez a tapsi, tapsi, fegyjátok. Van egy kis dolgunk majd. Jó. Na, menjetek a picsába. Lilika, figyelj, csak közelébe ne menj annak a gyomoriknak. De nem menem. Basszát letépem. Mennek ők is, mert most basszunk fogunk egyet. Nem fogunk. Baszni. Dolgunk van. Az egy izé, hát ilyen baszni. Mondta, elnőttes játék. Bedűszít a izé pulton. Hogy kell játszani? Az alárdelek. Nem voltál már 18 lajos. Miért lett egy korlátozva? Nem voltam 18 éves. Mert mi a dolgunk van? Ki az a Lajos? Kölcsön, nincs pénzem. Fiam! Hát Lajos. Hát én Frank vagyok. Lajos, hogyha mondom. Figyeljetek már, menjetek már arrébb a büdös picsába, mert nem tudunk társalogni, jó? Az a helyzet, oda baszok egyet. Igen? Figyelsz rám? Hát igen, basz meg! Hát jó lenne. Na mondjad, mi van? Jó van. Olyan dolgunk van, hogy... Tudod, mondtam, hogy anyut be kéne dugni egy öregek otthonába. Öregek otthonába. Igen, és most elmegyünk, megnézzük az első helyet, és hogyha jó lesz, akkor megszabadulunk. Otthonba kellett rakni az öreg asszonyt. Hogy hívják? Említett valami... Gertrude. Hogy hívják? Gertrude. Gertrude. Jön a Gertrude az A8-asba. Jön a mindenki hallja. Ő azt tudja. És akár, mert Lilike, énekeled ezt a zenét, ismered? Mi? Mi ez? Félnótás vagy, már nem azért. Jön a Gertrude az A8-asba. A8-asba? Na, menjünk. Ismerjük, gyere mindenki. Érzem az öreg otthonát. Na, hát gondolom. Gyere, Lilike. Mamát, akkor mi oda nem megyünk, nem, mert még fiatalok vagyunk. Frank, figyelj csak. Persze, hogy nevetem. Tudom beszélni a Frankkel egy kicsit négy szemkül, bocsánat. Nézd meg, Frank, hogy hova fog anyát kerülni. Bedünk, mamát, otthonba. Siessetek, jól mennek. Igen. Valamit el akartam neked mondani. Annyi szörnyűség van a világon, tudod? Rengeteg szörnyűség és gonoszság. És megmondom őszintén, hogy egyetlen egy dolog határoz meg minket a szájba baszott világba. Nem a pénz, és semmi más, csak egyetlen egy dolog. Mit tudja? Hogy mennyire segítesz másokon, és hogy jó ember vagy te valójában. Ó, én köszönöm, hogy ezt gondolod. Nem, ezt mondom, ja. ez a valódi érték. Nem a pénz, a cipő, ja. Meg ilyenek, érted? Ja, ja, ja. És tudod, most Gertrude néni nagyon nagy szarba van. Érted? Ledobta a láncot az a vén kurva. Gumibakra verte idegileg az egész brigárdot. Érted? De végig hallgatnál, vagy közbe popázol, te kis buzi. Jó, végig kurva anyádat. Na. Szóval van ez a Gertrude, ez az aszalt kurva, ami úgy néz ki, mint egy frissen szökött múmia. Érted? Igen. Szétbaszta itt az idegeit mindenkinek, most azt akarják, hogy bedugják ilyen lerugott izé, babetta fék öregek otthonába azt a csöves kurvát. Érted? Az öreg aranyos néni? Hát, van rajta baszok annyi bőr, három emberre elég, úgy megvan már nyúlban rohadt, ilyen izé buldog fejé. Hát azért, mert öreg, nem? Hát hogyne, a pinája is, megmondom őszintén, ha nincs ezer oldalet se, az egri csillagok hozzá képes könnyű olvasmány. Érzel? Engem a múltkor képzeld egy... Sanyi, kösz! Cigarettázott a Lóránt, szobába, üdvözöllek! Behívott. A szobak között, köszönöm. Mondta, hogy mutatok egy trükköt, azt elnyomta a fülem mögött, ha...
A sigit? Cigaretta, igen. Az autópálya fülem. Az autópálya fülem. Tudod, hogy miért jó az? Miért? Azért de jó. Miért nevet most a bácsi? Nem nevetek, köhögök, beteg vagyok. Ja. Az a baj, tudod miért jó, hogyha ilyeneket, ilyen történik? Most megmutatom neked. A kurva anyára! Érted? Gyere ide! Gyere ide! Figyelj csak! Nem is fájtam úgy. De fájt! És tudod mi jó? Mert tudod mi az, amikor nem fáj. Jó. Érted? De nem fájt, köszönöm a lekvárt, mert ide nyomtam már a cikket a bal fülembe. Ez az egyik. Figyelj csak, a másik azt akartam mondani, hogy hozzá tudsz járulni ennek a rohadt mumjának az életéhez. Tehát itt visszakanyarodnék ahhoz, hogy... De én nem akarok, mert... Befogod a popárdot, amíg úgy beszélek. Tehát a megbocsátás, és hogy jó ember vagy a valójában, és mi az értéked, abban méreckedik meg, mennyire vagy segítőkész. És itt egy közösségi finanszírozás indul Gertrud Gyászkereszt múmia néniért. Érted? Amiben bele tudsz szállni. Kaptál zseppénzt a fóka anyától? Persze! Na, hát akkor felé csak annyit zseppét kaptam, hát most képzeld el, most úgy volt, hogy átálltunk ilyen 4-2-es rendszerbe, uh-huh. És hogy 4 napig kapok, és tenni 2-t nem kapok, tudod? Uh-huh. És most tudod, mennyit jut össze? Igen. $4.7. Na, jó van, azt akkor ide tudod adni, ugye? Persze, oda. Na és akkor most úgy tudsz lefeküdni majd, hogy egy jó ember vagy. Mert segítettél Gertrudnak. De muszáj tényleg mindet odaadni. Á, nem muszáj mindet, de azért figyelj. Felit dob lesz jóban. $1 elég, mert vennem kell még gumicukrot. Mondom a felét! Majd kapsz mindjárt gumicukrot, olyan gumicukrot. Jó, adom. Szarod hányan össze magad. Faszomat alkudozol, nem piacon vagy, bazd meg. Elnyomja, miért is a cigit a másik fülednél? Tessék, ez ha? A fele, nem a 4,7-nek, az 1. Mondom, 2,3. Ugye? Hát de cent, azt nincs nálam, csak papír. Jó, pörögjél, mert most már vesztem el a tüdőmmel. Jó, adok még, jó, 1. Na, számoljad, fiam. Jó, adok még $1, jó? Tessék. Na, jó van, köszönöm. Mennyi maradt nálad? Hát maradt nálam még $3. Hát hogy számoltad ki, matematikus vagy? Hát négy, most azonnal ad ide az összeset, elég volt. Szórakozol itt velem, bazd meg! Nem akarom, hogy összeset odaadni. Akkor mit hazudozol? Hát de 5-4, az 9. Így van. Így van. 5-4, az 9. Te nagyon jó tett, bazdmegból jó. Hát matekból azért majdnem, hogy én vagyok az osztály legjobbja, csak az utolsó vagyok, de már majdnem ott vagyok az elején. Nagyon jó. De az ember, hogy nem is jársz iskolába, te idióta. Ha? Tessék? Nem is jársz iskolába. Dehogy nem. Te kisegítős geci. És a sárga épület az rá van. Mi az, hogy kisegítő? Kállóban van az iskola. Hát oda jársz, Dík, a sárga házba, a bolondok közé, te ostoba geci. Az jó. Állj le! Megint szájolsz! De az jó dolog, aki kisegítő vagy mi? Az, aki kisegítel, aki hamarosan innen az erkélyről, oda a popár, oda. Akkor az jó dolog. Ki foglak segítni? Oda járok, a kisegítőbe. Uhó, öreg, köszönöm szépen, hogy kisegítesz. Na, jó van. Zárd el magad. És egy szót se erről, mert szájban ugye. Kisegítő iskolásban vagyok, képzeljétek. Iskolába se jársz. Hát nem, hagyjál. Járok. Figyelj csak. Hát az a helyzet, hogy a csomagtartó maradt, Frank. Igen? Persze, mert az is az én ülésem. Látod, a mellettem lévő, csak azért van, hogy ez az ünnepi. Csak vasárnap ülök. És senki nem ülhet oda. Lilikém, mi a helyzet? Mindenki bekötötte magát? Nincsen semmi a persze, persze bekötöttem a Lilikét. Figyelj, valami történetet mondjál, mert szétbassz az ideg. Mi az, hogy nincsen semmi? Valamit mondjál. Mi a helyzet? Jaj, bány van az oviban, és elkaptam, és folyik a taksim. És kitől kaptad el, azt mondd már a papának. De és hogyan kaptad el? El tudnád magyarázni?
összeolvasottunk, és... Igen? Igazi nő, már mellém beszél. Mert beleittál valakinek a poharába, vagy ilyesmi? Ha? Nem tudom. Vagy hogy nem tudod, Lili? Nem csókolóztál a kisfiúval. Kezdek ökölbe szorulni. Hagyd, nem mondjuk ki kivel. Ökölbe fog szorulni, bazd meg. De ne idegesítsél. Hát adott egy puszit a Tomaszka, és taxis járt az arcom, és járt a jöltem, és utána meg tűzsögtem én is. De mit pusziszkodnak én? Lilike, neked kinőtt már a szűszártyád, nekem már dolgod rendesen itt az oldalomba, értem. Bocsánat közben. Szerintem nyom kifele. Neked bazag az értelem nyomja ki a szemedet. Hogy ne lenne neki az agyán? A múltkor kakáltam, és kicsit véres volt szerintem, azért, mert már kinőtt a szűszártyám. Az a baj, hogy a preknek az jékúja is szűz neki, tudod? Nincs átszakadva neki. Mi az, hogy szűz ikku? Hát olyan, mint te vagy, bazzenk, hogy annyi eszed van, érted? Csak az útbart épp, hogy nem szarod össze, Lajos, vagy Frank. Ikkura negatív vagy. Az biztos. Nem csak a Covid-teszt lett negatív, az ikku is. Na, figyelj csak, Frank. Igen? Te még egyszer meglátom, hogy a Lili közelében mész megint ilyen szerelmes viselkedéssel. A nagyon nagy probléma lesz. De nem is, most nem is nincs itt most a dagadt kurva anyád, nincs itt a dagadt kurva anyád, hogy közbe popázzod? Hát szóval igen, pékezd magad. Sokat dolgozik mostanában. Itt már Lórát, hiányzik a szuba. Anyó. Mondom kinek nekem nem. Anyó. Nekem se darab szíve lekedtem volna, én is avat lettünk volna. Józi nénit. Jó. Ugye, hogy szeretjük? Igen. Hát azért kell fel nekem vezetni. Hát én most nem tudom, mit csinálsz, hét a kocsikázás, vagy jól van. Ez az otthon. Tessék, figyelj már, ez nem lesz kicsit drága? Nem tudom, meglátjuk. Azt a mindenit. Figyelj már, de te miért vagy ilyen szomorú? Én? Mi a baj? Igen. Ha? Nincsen semmi. Mondjad akkor. Ezért ez egy nehéz döntés, hogy... Megbasszunk tégedet? Jobban leszel? Így beszélni, menj már. Mi az a többes szám? Én is? Hát nem tudom, mert már nem tudok mire gondolni. Szomorúság. Az, hogy anyádat ide berakjuk az aciba. Ezt a lerugott kurva el lesz, bazzik, él, mint hal a vízbe. Érted? Szerintem még a kábelt is kitépje a palba, hogy leadja a rezet, bazd meg. Olyan élelmes az a rohadék. Szíves. Jól fogja érezni magát. Jó, ma kit érdekel, hogy az anyád. Jaj, biztos jó sok kábel van. Itt fognak játszani a mamáik. Egyébként tudtad, hogy megbassza őtet? Igen. Ha? Igen, múltkor mondtad. Na. Nem haragszol rám jött? Hát, ha könnyebb egy kicsit. Persze. Rád haragszok inkább. De hát anyát csábítottál. Igen, és neked minden lyukba be kell dugni. Hát, figyelj, katona nem putamodik meg. Gondol. Az igaz? Érted. Az anyát meg rávetette magát a Johnny-ra. Te figyelj, az mert te olyan udvarias vagy, komolyan. Tényleg bazog, akkor a paraszt vagy, hogy borzasztó. Fúrva, oh, belépek én. Bazd meg, fő van Big Soulvám a padlózik. Azt a kurva. Üldik az alkoholista, kurva néde. Itt jaknak a nénit, mert a bácsi. Bizony. Figyelj már, Johnny, mennyi pia van itt. Igen, tudom. Ez kurva. Jó napot. Hát ti mit kerestek itt? Azt a kurva. Szia, Anna néni. Szia. Hát azért köszönjük, hogy... Szia, Barbie. Szia, kérdést anyuk. Hiszen anyunak keresünk öregek otthonában. Elnézést, ott messzelebb picsával bászkál valaki. Hát... Igen. Bácsinak ki van a popója? Elnézést. Jó, jó, a pillanat! Fejezzétek be! Csak hogy spritzolni fog a vére! Hát figyelj, én annyit tudok ajánlani, hogy körbevezetek, és elmondom, hogy ki hogy került ide. Igen. A sörömet, te geci. És akkor eldöntitek, hogy... Jó. Hogy ide jöhet. Igen, Lilike. De mi az a dolgozat? Anna bácsinak mi van a popójának fehi ajatka? Tényleg ezen a csávon miért nincs gatya? Le van vágva, passza neki. Majd beszélünk róla, jó? Majd ezt meg lehet blokkolva. Egyébként szóval Lilike, figyelj csak, vannak ilyen szabad gondolkodású férfiak, tudod? És igazából csak ide vettek a... Ne tudj gondolkodni. Nem szabad így gondolkodni, csak a... Na menjünk akkor. Húzatot kapott az agyadat. Sokoljon! Hát...
Niki, nagyon szépen köszi 2000-et. Hát ő... Figyelj csak, az a nyugdíjas. Ő az udvart nézi, Tomnak hívják egyébként. Igen, az mi? És hát igazából azért nézi az udvart. Lakó telepi szatír. Nem, mindig újat Hello. Lát. Hello. Szia testvér, mi a helyzet? Hello, Tom vagyok. Szia Tom. Hello. Plankton? Tom vagyok. Igazából 10 másodperces Tomnak hívjuk, mert csak 10 másodperces memóriája van. Volt egy vadász balesete, és ott megsérült. Azt tök fasza. Ó, jó napot! Hello, Tom vagyok. Jó. Mehetünk szerintem tovább. Na nézzük, Mr. White. Mr. White itt jó. Mr. White. Jó napot, arra jó. Ő a feleségével érkezett igazából. A felesége... Jó napot. Jaj, de kis tündér maga. A feleségemet nem tudja, mikor várjuk vissza a kórházba a vizsgálatról. Mindjárt. Nem sokára megérkezik, White úr. Meg. Ők az otthonunk legértelmesebb tagjai egyébként, ők csak pihenni jöttek. Derék fájdalom, lábfájdalom van a kedves feleségénél. Aha. Igen. Az faszom. Menjünk tovább. Viszlát, White bácsi. Csak a jön. Szia, Tom. Az a buzi, az a White, az meg. Hello. Egy pillanatra ide bekukkantanék, mert Barbie. Az egyik betegünk itt volt. Jaj. Hopp, az micsoda a kezében? Öblögettem. Az mi? Csak a jön. Jó napot kívánok, elnézést. Jó napot. Maga alkoholista? Nem, fogadmustam az. Elhazudjál. Véletlen megittem a szájvizet. Frank egyébként súlyos alkoholista, és úgy látom, hogy éppen zugivó lett, ugye? De nem is vagyok alkoholista. Nem te! Frank bácsi! Az szájvíz volt. Szájvíz, Igen. És milyen bácsi? Hát Anaiz meg szokta inni a szájvízet. Kalika. Hát anya nem csak szájvizet iszik, na mindegy. Na, biztos, veled együtt, ugye? Tudom. Egy pohárból isztok, csak jelzzem. Frank, legyen szíves kimenni innen, jó? Az ebédlőbe szem előtt legyen. Jó, megyek. De ne te kereszt, fiam! Jó? Lucy! Úristen, de igen? Gyerek! Ez az idióta vér buzi már megint itt a macsettájába izé, hogy meg akar ölni. Én amikor csak a sörömet akarom inni. Zseredi, gyere ezek az RP-k amúgy kurva jók mindig, bácsi. Amikor így él az egész magától. Ezt nagyon bírom. Fontosnak tartom elmondani, hogy... igen, Zseredi bácsi egy kicsit őrült és vérfétise is van. Át fogom vágni a torkát, és köszönöm! És még a majdnem! Is. Hát, magam vágtam le! Mikor fiatal nem volt mit levágni. Egy sonkító is az úr. Ez pasolás. Nem. A kényszer nagy úr. Mindig megiszom. Önt is levághatom? Én a Jágos. Fokrémet szoktam megenni. Jó, hagyj kérdezzem meg tőletek itt a csete, hogy mikor lesz ilyen stúdióm, ami pont ekkora. Ilyen két nagy lépcsővel is így fog kinézni. Figyelj csak, Lili. Szeretném, hogyha itt, amit itt látsz, azt elfelejtenéd. Jó. Érted, alkoholista öreg emberek közé hozzá a hülye anyád. Portosszó. De olyan aranyos vagy, Anonymous, köszönöm szépen. Szerintetek? Szerintem tök király. Tökéletes lesz neki. Persze. Én úgy érzem. Mit mondjuk? Hogyne? A szobát azt nézzük meg. Figyelj, mennyibe kerül ez? Ki fogja fizetni? Nem gond. Akkor jó. Van. Hello, Tom vagyok. Szép lett a műtét, Kennedy úr. Köszönöm. Frank bácsi az ebédlőben, nem a fiás asztalnál. Bocsánat. Hát ez milyen fasz a hely, nem Lucy, figyelj már. Igen, egyébként nagyon jó, szeretnék ide kerülni, hogyha megidősödöm. Igen, apa. Ide csak idősek jöhetnek. Micsoda? Mondom, eszel valamit? De jó, hogy végre igen, itt vagy már, Lucy. Hol van ez a kibaszott pultos? Fél órája várom a kurva sörömet. Itt nincsen pultos, önkiszolgálóra. Milyen csúnyán beszélj. Milyen nagy asztaj. Istenem. Hogy beszélsz, Frank? Mert sorogatjuk vagyunk. Jó, Vincent bácsi egyébként nagyon agresszív. És amúgy érdekel, hogy kik laknak itt, vagy feleslegesen jártatom a pofámat. Figyelj csak, hogy ne érdekelne, bazd meg. Akkor figyeljetek, jó? Ne a finálnak pakargassad állandóan. Hát mondjad akkor. Figyelj már, Lucy. Igen? A Frank kurva csúnyán beszél. Azt mondta, hogy geci meg, hogy bazd meg. Szerintem tőled tanulta. Hát ő nem biztos, hogy nem. Jó, csúnyán beszélsz, geci. Így van.
Keresztjön rá, csapja, csapja a szádra! Csapja rá neki! Mit csinálta kurva gyárra? Te se! Lilike! Csak a buta gyerekek beszélnek így, ahogy a ezt nem szabad mondani. Nem, ez nagyon csúnya szó. Így van, ez csúnya. Ez nagyon csúnya. Így van. Igen? Meg a dohányzás, az is rossz szokás. Mi hiszik a bácsi? Éli hulla? Melyik? Finom alkoholt. Ott az asztal már a szék mellett. De az nő. Hogy élő hulla-e? Hát hogy lenne hulla, ha élő? Nem tudom, de nagyon csodál. Hát figyelj, amilyen csúnya, olyan agresszív egyébként. Borzasztó agresszív. Azt hittem, hogy olyan hálás. Kitöréseik vannak. Nem. Gyógyszerek aha. Nélkül egyébként szerintem itt mindenkit végig szokott lenni, aki csúnya, az király. Hálás. Szerintem anyádnak jó helye lesz itt. Én mondom. Szerintem is. Passa ez. Jó, na, van nem. Egy nagyon kedves bácsink, ő az zongoránál. Szép Adolf és Tourette szindrómás. Adolf? Te vagy már azt szép. Igen. Köszönöm, Vincent bácsi. Nővér. Igen, Adolf bácsi. Elnézést, drága, de megint elhangolódott ez a... Papapacopó geci kurva a zongora! Kicsik, ezt nem hallottátok, jó? Bácsi beteg? Papapacopó geci kurva... Gyere csak meg! Gyere legyen! Adolf! Milyen Adolfnak hívják magát? Amúgy beszélni akartam már veled. Nem tudom, a második világháború készítettem. Azt hiszem az édesapám német párti volt. Figyelj csak! Körbe kéne szaladgálni a szobákba. Lilike, ugye most nem fogod is elmondani, amit a prankkel beszélek. Nem, én is mehetek szaladgálni, apa. Nem, te nem. Prank nagy fiú már. Szerintem nem, figyelj csak, prank. Körbeszaladsz a szobába. Körbeszaladgálsz a szobába. És akkor pénztárcákat gyorsan tudod. Elhozod jó, őket. Jó. Tesszen, hogy elmond valakinek. Futás. Oké? Okay? Okay, fiókokban minden. Készpénz értéktár. Jó, Lilike, tudod, hogy mit beszéltünk, igaz? Igen. Na, bocsánat, közben. Csak Frank nem bírta is. Semmi baj. Hogy tetszik eddig? Nagyon passz. Szerintem itt a Gertrude az nagyon jó lesz. A Johnny játszik majd a Nadi. Nagyon ügyes. Egyébként nagyon jó hely. Látom, hogy nagyon passzek. Ez az egész hely. Jó hely, jó hely. Igen, egyébként a húzósára van. Miből fogjátok kifizetni? Hát majd te fogod. A pénz az nem lényeg. Így van, a pénz nem számít. Én nem fizetek addig, amíg el nem vettél feleségül. Nem számít most a pénz. Tudod. A szobát azt meg tudnád mutatni? Persze, menjünk. A szobát azt nem mutatom, hú, de frankó. Azt kérdeztem, figyelj már, Lisi, hogy izé, hogy ide csak ilyen öregek jöhetnek, vagy... Mert beköltözzétek. Hát, mivel idősek otthona, igen. Hát, de én izé, már belül ilyen megfáradt öregemben, ne kérdezem magam, az nem számít. Az is bocsán. Nem, az nem számít. Én is annak kérdezem magam néha. Gyönyörűen rendben igen, vannak tartva egyébként a szobák. Gyógyszeres kezeléseket kapnak. Milyen gyógyszereket? Egy kokain esetleg ilyenek vannak? Nem, csak ha az orvos írja elő. Figyelj, Lucy, annyi, hogy hát annyi kellene egy ilyen... Itt a mosdó, amint látjátok, kerekesszékkel is megközelíthető. Az passza, az passza. Mi nálunk a lakás? Ez ilyen szibériai márvány? Nem az. Tudom. És ez közös mosdó? Hát, van akinek van saját, de ez a közös aha. Rész, igen. Figyelj csak, nekem olyan kellene anyunak, ami... külön van, és egy kicsit kiesik a többi szobától. Johnny, végigmentem az összes szobán, és összegyűjtöttem a pénztárcákból a pénzt. Mit csináltál? Gyere csak ide, prank! Megint butaságot beszélt. Sok volt prank? A gucci. Sütit ebett, az fölment a cukra. Na, prank, mit csináltál? Ez a semmit nem csinált. Szaladgál, játszik, gyerek, basz meg. Horgasd ki a zsebedet. Hát... Horgasd ki a zsebed most. Jó, teszik. Itt van, be. Ez mi? Te normális vagy? Johnny mondta, hogy menjek. Nem szégyened magad? A kurva anyádat, te tolvaj? Na ezzel barátkozik a Lilike? Te normális vagy, bassz? Ne kiabálj, mert ebben benne volt a kezed. Nekem nem, semmiben, mi? De hülye van. Rézbácsit tegyük le az a ne vádaskodjál itt a Johnny-t nézéjét. Ne vádaskodjál, fejezd most be. A keresztanyádnak szépen, indulj. Szevasz bácsa, szevasz János, hello mindenkinek, csá!
Igen? Ez a kis geci kleptomániá. Ellopta az öreget pénzét. Na, szépen beszéljetek róla, jó? Leraktak Lilike most egy kicsit, nem bezsittaztam. Anikó kösz a fél évet, és új badge-ed van, köszi. Ez nem hogy én pénztem, ez a Johnny-é. Miről beszélsz? De milyen lenne a Johnny-é? Ne pogrább, kis buzi. Menjek körbe. Hazudik. Minden szobában. Ez hazudik. Szedje vissza a pénzt. Gyere belem, Prank. Most úgy emberlek, összeszarod magad. Ne, akkor ne menj! Nem. Kurva nyárdod, miért hazudsz? Miért loptál? Nem loptam. Dehogy nem. Csak neked... Nekem biztos nem. Te nem szégyenedte magad? Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy mennyi is játsza is saját gályát. Így van. Nem is így van, Lilike. Dehogy nem. Jó, nézzük. Hazudós. Jó, megmondom a szobát és megbeszéljük, Frank. Hazudós, Lili. Te vagy a hazudós, álljál le. Mi van? Frank. A büdös kurva nyádat, te mit képzelsz a gondolat? A Lili szétverünk. Gyere szépen előttem. Jó vagy, Lilike? Ide, napa. Nézzük, hogy pörgünk. Menjen, menjen. Nem szégyűjtél? Jó vagy. Nem. Csinálj, mi ide csinálj? Igen, ragyos fel. Azta. Úgy fizikban. Papa, mi ide csinálj? Ez a félreeső szobánk igazából... Pam-baram-baram-baram-baram-baram-baram. 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 Nem szégyűjtsz? Há. De ez a szoba? És nincs olyan, amihez van fürdő, hogy ne kelljen neki nagyon... Ez mi ez a kutya? Ehhez külön kulcsos fürdőszoba jár. Ez nagyon csúnya ez a szoba, Zik. Anyámnak pont megfelelő. Figyelj csak oda egy izét, egy grofó képet, vagy valamit. Ki ez a grofó? Van, mi ez a grofó? De, á, itt mindegy, kultúrálatlanok vagytok. Hát de nézd már. Ja, látom, aha. Figyelj, olyan, tök jó. Olyan, mint te voltál fénykorodban. Most is így vagyok. De jó, este. Zsolt, kezd szépen a szobát. Szóval ezek vannak, az ellátottak, sajnos némelyik beteg, de hát ez szerintem belefér. Figyelj, szerintem ez patika. Tehát ez nagyon jó. Annyi, hogyha esetleg vendégeket fogadna, itt aludni nem lehet, hogyha megint megszorulnátok. Szóval itt ide beköltözni sajnos... Hát miért itt van ez a kanapé? Ja, nem. Igen, ott van három van, négy darab hát egyébként. De ide nem költözhettek be, bármi történjen, ezt jobb, ha tudomásul veszítek. Ja, nem is. Mert ez a szabály. Si segítség! Mi beestem most a szekrények közé! Jó, hagyd, csináljuk, hogy mit rendben. Hogy másztál oda be? Bemásztom itt. Ó, Istenem. Szeretném a homokórát megállítani. Figyelj! Igen? Ezt ennek a fizetését, ezt havi szinten kell, vagy... Igen, havonta. Havonta. Sőt, kaució van. Előre persze, valami. Hogy van. Mennyi? 3000 év? Igazából úgy szokták, hogy egy házat évig becserélnek egy szobára, és onnantól havonta kell fizetni. Ó, és akkor mi van, akkor hányunak nincsen háza? Hát akkor magasabb a havi díj. Uh-huh. Ezt meg tudod nekem érdeklődni, hogy pontosan mennyi? Persze. Elrömizte a házát az öreg Gertrude. Jó, hát akkor ő meg szerencsejáték függő. Akkor pont beleidik egyébként igen ide. De a pinálja... Hát kicsit sokat is iszik amúgy. De a pinálja még mindig szorít, azt tuti. Azt te honnan tudod? Befejezd ja onnan, hogy megrakta. Ja, nehogy is, de. De azt mondtad, hogy az nem igaz. Nem hát. Ezt csak hallottam. Érted? Itt kor ide, idő, ide, oda, amoda. A szimeringek még működnek állítólag. Ez ki lehet használni. Jó, azért ne próbáld ki, jó? Istenem, még jó, hogy velem lakik, ezt ezek sírnak. Valaki berekszik. Igen. Ez a szűk pinált, aki egy családi valás. Jól érzi magát? Hát, egy kis kíváncsi. Te hol van? Ahó! Már figyelj már, te figyelj már ide! Jack! Jack, figyelj már! Te baszod el izé Roxit, vagy mi? Ha? Mi, Frank? Doktor úr! Neked beszélnek. Neked beszélek? Nekem? Baszod őtet? Nekem? Nem, hogy Jack, neked Jack beszélnek. Baszod őtet? Roxit, Jack. Ja, kurva nyárdat. Jaj, baszd téged? Te kömes geci, mit csináltok? Normálisan, hogy basztok? Há, te nem szégyened magad? Dicsak, figyeld! Pam! Mester! Taníts, hogy Roxen, édesen pörgőrugás. Centrifugában vagyunk. Te mit csinálsz?
Frank bácsi kicsit sokat volt. Ezt azért be lesz mit megbeszélni. Jó vagy, Ulike? Halló, Johnny. Máté, kösz szépen a fél éve. Igen? Játszok repülőt. A kislánk létszés a szobában menj be, mert szeretnék megbeszélni. Megyek mindjárt utánad. Hoppi, tudod mi lesz, jó, Johnny? Kicsit vigyázzatok, jó? Mert itt van egyébként a skizofrén betegünk. Nagyon szépen köszönöm, srácok, nagyon nagy király vagytok. Köszönöm, nagyon sok. Látom a badge-eket a fél évet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben a fél évben egyébként. Nagyon hálás vagyok nektek, úgyhogy királyok vagytok. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt ebben a fél évben. Lerere! Rúg le a botorról. Lerere, semmi erőszak, fiam! Zsolti, nagyon szépen szia, és Anonymous, neked is nagyon szépen szia, és mindenkinek egyébként nagyon szépen, és szia. És szia. És szia. És szia. És szia. Szia. Gábor, kösz szépen a fél évet, nagyon szépen kösz. Kihozom. Azon gondolkodtam, hogy... Lehet, hogy most a stream után, ha vége az RP-nek, lolozgatunk egyet. Azzal a 13 emberrel, aki itt marad. Rúg le a motorról. Mindig az erőszak. Szeretném, hogyha a lájkot azért megnyomnánk, mert nagyon jó ez a stream nekünk. Kérdezem tőletek. Nagyon jó. Ádám, kösz a fél évet, nagyon szépen kösz. Köszi. Tanki, kösz szépen az 5 hónapot. Köszi. Börtön. Ablakába. Amúgy ott beállt teljesen a chat. Azt írja, hogy mi történt? Azért nézem, hogy meg van halva a cseddik. Azt rosszat nézek, ember. Ez megmakkant. Akkor mit nézelődnek? Mozi ez? Hülyenek le, foglalkozzanak a maguk dolgával. Azért nézni már csak, hogy lehessen már. Földre. Sziasztok. Nem lehet. Megyünk levegőzni. Mert mi van? Én jó vagyok itt bent, most úgyis hideg van. Nem. Jön ki mindenki. Jöhettek. Jön öreg. Szegény Öri. Amúgy tényleg van öreges emót. Nyomjátok már tele a chatet vele. Akinek van szubja, ő tudja nyomni. Az öreges emótot akarom teli a chatbe, bazd meg. Nem ellen, te váljanak, húzzanak kifelé. Vajt, hogy gyertek utána szépen sorjába. Hova szaladgálsz, fia gyerek? Nem érsz rá, csöves geci. Szart kiverem belőletek. Álljál már. Olyan végig, hogy egyet kapsz rá. Jó van, szobd már le magad. Csöndbe legyék. Hó, fehérke. Majd a szót adok. Na, itt így gyere. Azaz, nyomjátok az öreget! Húfejérke, álljál le! Azaz! Bazzik, ilyen emótok van. Ezt nem is használjátok, a jó öreges. Na, hát mondd meg. Nyomjátok meg, nájatok. Passzátok tele. Hófőrke, álljál ott az elején. Bejött van. Gyerünk, szedd a lábad! Nem szanatóriumban vagy. Bazza, mi az edzőtábor? Látod, milyen menő néz ki, hogy tele van öreggel a chat? Az bátya. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Igen is. Igen, igen uram. Igen is. Ezt már szeretem. Az, hogyha férfiak, izzadó testét bámulhatod? Na gyerünk! Itt most kiélhetitek magatokat, mozogjatok, itt legyetek kemények, gyerünk! Kicsit mozogjatok! Épp testben, épp lélek, gyökerek! Öreg, te is, ne cigizzél! Na figyelj csak, azért a kurva anyádat, jó? Te
Te, azért tudjad, hogy... Kiverem a közöttből. Cigit! Te mit pörött ki? Nem beszélgetni jöttetek, hanem mozogni. Gyere futni két kör. Puss az anyád. Azt pussod, amikor kergetik a bokorba. Nagyon jó, nagyon jó. Hagyj menjen! Gyerünk, mozogjál te is. Erigyetek pár passzomba. Hát mi ez? Mozogjál. Nem mozogsz, a cipőjéreket érdem. Peti, kösz szépen. Zashia, neked is kösz szépen. A szubat. Te mit csinálsz? Mit tátod a szád? Én így. Most így mozgok. Hagyj menjen az öreg a cseten! Én így mozgok, fiam, jó? Így jó lesz? Te már megint pofátlan vagy. Mert miért lennék pofátlan, berébarcú? Szakadj már rólam téged. Lesz ebből magánzárka? Jó, van, kiszopatod a paszt. Magánzárkába együtt, jó? Én megmondom neked. Hallottátok azt mondtam? Edzeni! Érted. Jó, most nagyon nagy gyakorlatot. El kéne kezdened neked is mozogni. Hát most mindjárt, várjál. Gyerünk. 3x számolok. 1. Így fogom boxolni a fejedet. Pam. Látod? Tír. Micsoda fenyegeti, hallottál. Így, figyelj. Pam. Figyelj ide. Nagyon háttal ülsz a mozira. Kezdél lefutni körbe-körbe a pályán. Már egy picit. Gyerünk, futás. Itt, tessék. Nézem, hogy milyen. Gyere ide, Johnny, figyelj ide! Johnny, gyere ide azonnal! Azt látod ezt? Igen, tessék! Figyelj ide, Johnny! Tessék, kezdjél most már hozzászokni ahhoz, hogyha én azt mondom, hogy valamit megcsinálsz, akkor azt megcsinálod. Jó, hát most... Jó? Most bepörögtem. Figyelj, mész két hét magánzárkára. Nem visszapofázol. Jézusom, ne csináld ezzel! És milyen faszom én kéne magánzárkába zárni? De jogilag ez nem állja meg a helyét. Mert hát ki, neked itt nincsenek jogaid, neked itt jogod van hallgatni és letölteni a büntetésedet, úgy, ahogy azt mi mondjuk. Most ez csak olyan izé. Ehhez van jogod. Csöndben lenni és tölteni a büntetésedet. És amikor azt mondom, hogy futsz, akkor futsz, amikor azt mondom, hogy sétálsz, akkor sétálsz, ha azt mondom, hogy súlyzózol, akkor súlyzózol. Tudod miért? Mert így pattogsz. Azt csináld, amit én mondok. Csettintek, passz meg, és ugrasz. Felfogtad? De hogy akkor hazamész ilyen kosztot, erre recskázol amúgy, vagy valami ilyesmi, nem? Erre hukizol, mi? Neked gyerekkorodban vertek téged, bassz meg, mi? Azt mondta, hogy recskázni fogok. Cucci, nem? Figyelj ide! Csak kérdezem. Elég volt a visszapofázásból. Mit gondolsz te, bassz meg? Megengedhetsz bármit? Figyelj már ide, figyelj már. Most nem ez a lényeg, válaszolsz, ez csak egy beszélgetés. A magad dolgával legyél foglalva. Igen, és uram, elnézést. Ne szóljak még egyszer. Hogy kell? Na így fogsz te is beidomulni, mint ezek. Jaj, amikor füttyentek, bassz meg, akkor az lesz így csak a válaszod, hogy igenis. Így fogok füttyenteni. És te pedig azt válaszolod, hogy igenis. Világos volt? Pütyüljenek a buzik. Na húzzá oda fekvő támaszhozni te is, kurva gyorsan. Jó, mert nem kell idegeskedni már. Na ezt már szeretem, bassz meg. Hogy kell fekvő támaszhozni? Egy főnök van ebbe a kót. Otthon nem neveltek meg, majd itt embert faragnak belőled. Hát tisztára viszketsz, akkor rák a gyöveg. Mit csinálsz? Azt mondtam, olyan bóhás vagy. Várjál már. Mindjárt fekvő támaszhozok. Fekvőzzél! Öreg, jobban hallgatsz rá. Szerintem egyen se fog tudni csinálni amúgy. Srácok! Ugye milyen jól jár az, aki visszadumál nekem? Nem uram, egyáltalán nem éri meg. Nem éri meg. 1, 10, 100 000, meg vagyok. Te mit csinálsz? Ez a szófér, kinyomja. Köszön ezre. Még egyszer biztos kurva élet, hogy nem ülök villamos székbe, az tuti fix. Múltkor se csavartuk föl maximumra, csak annyi egy kicsit. Milyen villamos? Kicsit felvillanyozom. Szépen már. A 240, na!
Az még oké, okay, de amikor a 320 beköszön, hogy jó napot kívánok, és nem kell megállni. Zsuzsi támogató. Nagyon jöttem 4-20-ra, kösz szépen, nagyon szépen kösz a szubadat. Köszönöm. Nagyon szívesen, egészségedre. Szeretném a homokórát megállítani. Látom, már kezd remegni az a giniszta karom. Micsoda ez, testvérem, ez holnap után ügyöm. Szeretnél pihenni? Neked megengedem. Szeretnél pihenni? Nem. Nem. Nem szeretnél pihenni? Nem. Kemény vagy, akkor nem mehetsz megint futni. Holnap jövök, addigra egy kicsit vegyél vissza az arcodból, meglátjuk, hogy mikor lesz belőled ember. Srácok, nektek nem mondtam, hogy meg lehet állni dolgozni. Basszad már pofod egy ezresé. Hát nem szabad. Nagyon szépen kösz. Nestlé Csoki, kösz szépen!